Hello, sziasztok! És most hallotok, most megint hallotok, ne haragudjatok! Kicsit beragadt itt ez a kis kontrollpad az elején, és véletlenül az én hangomat is hallottátok, remélem DV-ket nem hallottátok az elején az intróban. Szóval úgy mindenkinek kicsit változott a program, úgy volt, hogy rajzolni fogunk ma, de Dave így stream előtt 10 perccel rám írt, hogy nincs kedvem Among Us-ozni velük. Úgyhogy úgy fogjuk megcsinálni a rajzverseny szavazást, mert az Among Us az szerencsére ez pont olyan játék, hogy csöndbe kell közben lenni majd velük, tudok veletek is kommunikálni, és el tudom indítani majd a rajzverseny szavazást is, és előre láthatóan 8.30-kor lesz az eredmény hirdetés, tehát ha törik, ha szakad, mindjárt elindul a parancs, elindul a szavazás, hogy fog ez történni? Bocsánat, egy picit még zihálok, és átváltok a másik kamerára. Szóval, üdv mindenki, és bocsánat, hadd köszönjek név szerint is. Jézusom, milyen sokan vagyunk itt. Szia Kram, szia Slaca, Zigok, Payskin, Tomcsákó, Timus, Kim, Blue Trinky, Total Boundless, Napsi, Aiden, Fares, sziasztok, üdv mindenkinek, és Kuszu, hello, szia, Brian Forfan, üdv mindenkinek itt! Remem, Blind Mind Gary, hello, szia! Remem, nem hagytam ki senkit. Jézusom, mennyi üzenet jött rögtön az intro alatt. Ameddig én szenvedtem, hogy nem hallottatok semmit. És Stinson, neked is üdv, hello! Üdv, Matyi, hello, szia, Nelószel! Sziasztok, üdv mindenkinek! És My Bad Bro-nak nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, üdv itt nálunk. Na szóval, hogy is fog 40 emberrel később? Igen. Hogy is fog zajlani a mai szavazás? Van egy olyan parancsunk, hogy felkiáltójel szavazás, és elméletileg most még él is a link. Ez úgy fog kinézni, és mindjárt megosztom nektek a screent. Egyelőre itt ez van, de mindjárt látni fogjátok magát a toksit, amiben szavazni fogtok. Ugyanis ez úgy néz ki, hogy nehezen lehetett megcsinálni azt. Igen, itt van. Tehát felkiáltójel szavazással ott eléritek a linket, és amikor megnyitjátok a linket, ezt fogjátok látni. Három oldalból áll ez a szavazás. Az első oldalon nagyban meg tudjátok nézni az összes pályaművet, és van egy szám mellette. Tehát, hogy például az egyes, ez a rajz, a kettes, ez a rajz, sorrendben vannak, hármas, négyes, így szépen sorba az összes rajzot nagyban végig tudjátok nézni, el tudjátok dönteni, hogy melyik tetszik nektek, és utána, hogyha végignéztek és eldöntöttétek, akkor lent az oldal alján, és bocsánat, hogy ezeket most gyorsan görgetem át, lent az oldal alján van egy második szekció, egy Next gomb megnyomása után, és lehet, hogyha megnyomom a preview-t, akkor jobban is látjátok, tehát hogyha legörgettek teljesen az aljára, akkor itt lesz egy Next gomb, ezt megnyomjátok, és itt csak kicsiben lehet látni a képeket, de itt is vannak bélyegképek, egy rajzot kiválasztotok, arra rákattintotok, és utána rányomtok a Next-re. Nem fogok most tovább menni, hogy az én szavazatom ne számítson. Ha tovább léptetek, ott van még egy opcionális kérdőív. Killerpapa, hello, szia! Farki, hello, szia neked is! Szia, Szakszó! Szóval, hogy ha tovább kattintatotok, ott lesz egy rövidke kis kérdőív, ami teljesen anonim és teljesen opcionális. Ha nem szeretnétek kitölteni, akkor nem kell, de ha kitöltitek, azt nagyon szépen megköszönöm, mert főleg a jövőbeli rajzversenyekre található ott pár kérdés, illetve az életkor kérdés meg azért szerepel, hogy lássam, hogy milyen kormegosztás van, hogy indítsunk esetleg mondjuk egy ifi rajzversenyt, vagy indítsunk esetleg egy senior rajzversenyt. Szia Idri, hello, hello. Szóval, ja, így működik. Ha bármi gond van, írjatok. Fodrásznál vagyok, nem hallok semmit, Laca, leírod nekem, hogy mit mond. Majd kiabálok, Farki. Szóval, ha bármi gond van, akkor írjatok, szóljatok, megpróbálom közben javítani majd. Így tudtok szavazni most a rajzversenyen. És kösz, Laca. Szóval, hogy ja, röviden ennyit a szavazásról. Az eredményhirdetés az 8 óra 30-kor lesz. 8 óra 30-kor én fogok egy olyat nyomni, és ezt most lévelem is, hogy lezárom szépen a szavazást. Bekészítettem már, van egy nagyon szép kis, hogy is mondjam, ilyen bejelentő grafikák. Akkor tartunk egy 5 perc szünetet, ameddig én gyorsan leellenőrzöm, biztos a jó rajzot húzom be, minden ilyesmit a közönség szavazásról, beillesztem a grafikára, és az 5 perc szünet után jövünk vissza, és akkor meg lesz a nagy ünnepélyes eredményhirdetés. Szóval röviden mára ez a terv, és igen, most nem tudom, hogy a többiek hogy állnak az intrókkal. Azt látom, hogy Avid már fellőtte, Dave már fellőtte,
Viki is. Aztán Viktor úgy látszik késik. Szóval, ja. Én szerintem lassan beköszönök nekik Discordon. Nem tudom, hogy az ő hangukat beadja még úgy, hogy elsőnek, csak megkérdezem, hogy minden rendben-e. Elméletileg most így Discordon, amit látok, 8-an vagyunk, de az előbb még ott volt valaki, aki most nincs. Meg ilyenek. Szóval csak a szokásos. Hát szerintem leszünk 10-en is. A második kép, mi? Márk. Moderáljuk magunkat. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, Réziel, hello, szia, üdvít nálunk. Na szóval, meglátjuk Napsi, megkérdezem, mert most ez Dave szervezte, nem én. A kódot ne felejtsd el, kit akar, Dave. Ó, ez egy jó észrevétel. És mivel takarjuk majd ki a kódot? Ja, igen, ez az, amikor stream előtt 10 perccel van ilyen, hogy haha, mivel takarjuk majd ki a kódot? Magammal. Ó, megvan. Tudjátok mit? Csinálok egy stúdió módba átlépek. Csinálok a GameLeftből egy duplikációt. Akkor lesz egy GameLeft 2. A GameLeft 2-be beállítom azt, hogy van nekünk ez az Events Be Right. Nem is ez a értesítések, ami Lightningot kikapcsoljuk. Mindjárt megtalálom a rétegek között. Hol vagy, kedves? Ja, és ameddig még elindul az egész, meg mindjárt kifolyam a nózimat, mert egy picit így betaknyosodtam, elnézéseket kérek. Events Be Right Back Lobby, itt van ez az. Ezzel fogjuk akkor kitakarni majd szépen a kódot. Remélem majd jó helyen lesz, majd meglátjuk. Szóval, hogy kicsit bonyolultabb annál az overlay, hogy a saját kamerámat csak úgy át tudjam mozgatni sajnos. De megvan most már a kódkitakarás is, úgyhogy ezt nem fogjátok látni. És volt még egy kérdés. Úristen, megvan a 900 követő. Igen, és még egy kérdés. Ugye nagyon sokan kértétek, hogy miért nincs Patreon. Úgyhogy elindult a Patreon is. Ez lesz az egyetlen, amikor megemlítem ezt. Tudjátok, én nem szeretek ilyeneket promózni. Van most már Patreonunk is, ha valaki esetleg ott szeretne támogatni, akkor most már ott is megteheti, és a felkiáltóját Patreonnál vagy a paneleknél megtaláljátok a Patreon panelt, arra kattintva eléritek az oldalt. Szóval, long story short, szerintem én be is köszönök a többieknek, és nem tudom, hogy ezt most hogy oldjam meg. Lehet egy picit lemjutolom magam, jó? És akkor megkérdezem, hogy minden oké, hogy van. Őszintén ilyen nagy streamerekkel még nem streameltem közösen, szóval nem szeretnék így becsöppenni arra, hogy épp valami, nem tudom, pukizós vicc megy, vagy valami ilyesmi, értitek? Szóval, jövök vissza egy másodperc. Innentől kezdve megy a hang. Hogyan lesz? Én annyira béna vagyok, hogy én ezt nem merem vállalni. Én mindjárt csinálom. Ja, én sem akarom. És nagyon szépen köszönöm a szeretést, Aikon 87, hello, szívvitnám. Szóval már itt is vannak nálunk a többiek. Válasz nem működött. Engem hallottok, ugye? Na igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen... Köszönök, nem az működött. Na várjatok, csinálok gyorsan, itt egy TV-ket is halljátok elméletileg szerintem. Na, ide várjuk akkor a többieket, most Sirius is beköszön. Hello! Többiek kicsit hangosat azon vettem. Na ez az, érted, elhangzik, hogy ideiglenes, ne gyere be, Viki. Hello, sziasztok, megjöttem! Most indítottam el a streambe, benne vagytok. Ideiglenesen nem szabadna beszélni, okay. Vagy mi? Visszatértem. Te vagy az a nagyon cuki lány, aki az, ami már crossing-a szokott játszani? Biztos, hogy nem.
Szia Lajos, hello, hello. Ez mi volt? És miért? És kinél? Ez a vid volt. Fogalmam sincs. Ez a vid volt. Faszom? Láttam, hogy villogott a feje. A vid volt. Egy kicsit bepartam. Oké, okay, a chattől kérek segítséget, srácok, 8 emberhez hány imposztor ajánlott? 2? A múltkor 2 volt, és mindig meghaltunk. Benne szerintem melegítsünk be. Szia. Mert nem kommunikálunk, néztem más embereket játszani, és nagyon gerint imposztor voltak. Így. Így talán már egy hangszinten leszünk velük. Irányítjuk a játékot. Halkítottam. Vélesd, én egy darab. Valószínűleg Deepoldból csak egéren van, úgyhogy... Nem, azt már beállítottam, hogy billentyűzetek egér. Akkor VASD, és csak klikkelek. Uh-huh. Mivel ölök. Az még arrébb van. Minden egyes akciót azzal az egy darab klikkel csinálsz. Ugyanazon a helyen, csak valamikor más... Beszélek, egyszerre beszélek most a Vikivel. Meg a Viktorral, na? Jobb a hang? Van itt egy ideiglenes negyerebe beszélgetés, itt felettünk. Hol? Na. Ideiglenes negyerebe. Ebben a szoba kategóriában csináltuk. Akkor így lesz a szuper, így lesz a szuper, szerintem. Még egy picit adtam rájuk. Ne lássák az emberek. Ja, az ideiglenes negyere be. És egy apró technikai részlet, hogy valamit elrontottam. North America? Úristen, itt vagyok. Várjál, ki ez a Kacovics? Hát Kacó. Nem, én nekem még a nevem sincs átírva. Én vagyok a Flyer. Ennyit érdemelsz, valójában. Kati, ezt tudtál vagy? Ennyire nyomi vagyok. Én vagyok. Jó, majd megbukki eretekbe. Sirius, legyél kedves annyit megtenni, hogy beállítod azt, hogy lássuk, hogy egy posztort ölünk meg. Az a helyzet, hogy most jelenleg be van állítva, de ki akartam menni. Nevet ki, légy cím, mert jó, de pillanat, van. Míg rájövök, hogy hogyan lehet beállítani jobban. Hagyjál már! Kati! Két tipikus bazegi belépek, és az a nevem, hogy Flyer. North Amerikában vagyunk. Hol kell átfejteni? 157-es pingel. Ha igen, North Amerikán játszunk, igen, mert Európa tele van. Jó. Igen, megvan. Igen, hol lehetne átírni a nevemet? És úgy, most, hogyha bemész a... Nem tudod itt átírni. Itt nincs, az arra rákattintottam. Köszi, Buffy, köszönöm. Szia, Baumgirker, hello. Visszaenged Viktor, becsú. Nem, majd a következőnél. Zigok, úristen, nagyon-nagyon szépen köszönöm a cheert. Hogy menj csak második legyek. Nehogy menj csak második legyek, nagyon szépen köszönöm. Úristen, Zigok, 500-as cheer, Jézusom, köszönöm szépen. Nagyon cukor vagy, hatalmas cukor spam Zigoknak. Elevezem magam a Dave-nek. Ha hangosítok rajtuk, akkor egy kicsit. Bocsát, nagyon furcsa, hogy ennyi helyre kell most figyelni. És hogy közben 8-an beszélnek a fülekbe. Igyon 2? Akkor 2-t iszok. És ilyen különböző színnel mennénk, és akkor nem lenne ez a Prejudice dolog. Nagyon szépen köszönöm, Zigok. A nagy I meg a kis L az ugye ugyanaz. És abból, hogy te tizet vettél, valahogy beírtad nagy I meg kis L-ekkel randomra. És mindenkinek ez volt a neve. És akkor nem tudtuk, hogy kikivel van. A gépnél tudtam volna. Ez egyébként nagyon jó. Ott, hogyha ott mész a laptophoz, akkor... Ziók, nagyon szépen köszönöm az újabb 100 cheert. Na megvan az első hely, gratulálok, köszönöm szépen. Na, szóval ne felejtsétek el, felkiáltójel szavazás, és 8 óra 30-kor pedig eredményhirdetést tartunk majd, úgyhogy... Most ki kell vászni, milyen hajunk legyen. Miért kék? És halkítok rajta, egy kicsit már nagyon ordítanak a fülemben. Kás ember egy genyóval maga mellett. Legjobb. A cicám nem olyan színű, mint én, de Hunter papagája olyan, mint ő. Mert ez egy... Ez így tökéletes. Ez így tökéletes. Na jó, tehát hogy most konkrétan le tudtam úgy állítani a karakteremet, hogy egy WC pumpa van a fejemen. Nagyon jó. Ó, és lehet barna, ha esetleg szeretem. Igen? Na várjál, erről nem volt jó. Lehetek én a cián? Nagyon jó. Nem én vagyok a cián, én szívesen átadom neked. Azt akarom kipróbálni, srácok, hogy mi volt az egy mém, vagy egy videó, vagy mi a szar, amikor úgy álltak ketten egymáson, hogy Szeca, úgy nézett ki, mintha csak köszönöm, egy ember lenne. Nagyon cukor vagy te is, köszönöm szépen. De legyen korona? Nézted, na jó, rakunk egy koronát akkor fel. Akkor a név az látszik, és a névből látszik, hogy az ott... Ugyanaz volt a nevet ki lehet kapcsolni, nem? De ez gyilkosság közben nem hiszem, hogy látod, vagy hát menet közben. A nevet? De látod. Háj...
sem. De, mondjuk, szóval most ilyen default beállításokkal... Kaci, mi van ráírva a homlokodra? Egyébként, elsősorban azért, mert nem... Azt hittem, hogy később kell átállítani. Hittem. Jó, én amondó vagyok, és... Viktor, nem? De nem tudom, hogy át tudom-e. Át tudom? Hát nyomj rá a kis laptopra. Elég jó ezzel a koronával. Oké, megyek, várjál. Az őskáosz kutyafasz ahhoz. És Zsiga, köszönöm szépen még a kettő csírt. Úristen, a Vidisztróval. Jó, hát ez ilyen default. Köszönöm szépen, Slaca, neked is, nagyon szépen köszönöm. Most megy a csírháború, úgy lesz az első. Na jó, innentől a tieteket nem fogom beolvasni. Harcoljátok ki magatokat, de óvatosan, jó? Köszönöm szépen a csíreket, nagyon cukrok vagytok. Az egyen jobban az úgy fog kinézni, hogy majd meghallgatjuk egymást. És Pafi, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm az 51 csíért. Jézusom, nagyon cukrok vagytok, köszönöm szépen. Úgy nagyon izgulok, srácok, úgyhogy óvatosan a csírekkel, tényleg, mert még a végig ne álljulok itt nagy streamerek mellett. Ezt hardcore és kompetitív szinten játsza. Jó, de te egy dalap szarnak öltöztél egy WC pumpával a fejeden. Ez így van, nem van egy kis genyó. Nehezen komolyan vehető. De konkrétan ugrál a WC pumpa fején, akkor... Igen, és az nem egy kis genyó, hanem egy kis a WC csésze oldalán ragadt klamidia. Ó, játszunk! Most van a stimitás! Ja, igen, és tilos bárkinek is bármit spoilerezni. Tehát a 24 órás timeout jár azért, hogyha valaki leszpoilerezi azt, hogy... Hogy ki a gyilkost, vagy ki a nem tudom mi, na itt mit kell csinálni. Ó, ez ennyi volt. Szóval, igen. Végre lesz munkátok, azaz, pontosan. És megnézem, hogy hol kell itt menni oda. Hol van most a hiba? Nem, ez Zsák utca. Jó, a hiba elhárult. Na és nagyon reméljük, hogy nem engem fognak elsőnek megölni. Nagyon szépen köszönöm a csíreket még egyszer, srácok. Nagyon cukrik voltak. Sankafi, úristen, 200-as csír. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó kamuzásokat. Igyekszem nem leárulni majd magam, mert tényleg mondom, én... Hopp, dead body. What? Na, mi történt? Hello, mi történik? Hi. De mi történt? Hallottam? Igen. Oké, okay, szóval én találtam meg ezek szerint Icon hulláját. Ne felejtsétek el, fel kell tenni a szavazást. És fönt jobb oldalon felül az irodarész, de nem a központi irodarész, hanem tudjátok, hogy fönt ilyen, vannak ilyen épület. Abban találtam meg... Ez a kommunikációs? Nem, a labor. Ez a labor? Nem, ez a labor. Szerintem a ilyenkor meg lehet valahogy nézni a térképet? Ilyenkor nem tudom megnyitni a mapot, úgyhogy nekem is bajom van. Srácok, tehát igen, konkrétan mielőtt valaki benyomta ezt a gombot, találtam meg, hogy nyitom meg a mapot. Tehát hova kellett menni? Én nem tudtam semmit csinálni. Bal oldalon írja ki egyébként. Oké, akkor ebben a küldet, ebben most meghalunk. Szóval jó, akkor azt oldalon... mondhatom, hogy Avid nem rossz. De lehet, hogy rossz. Sankapi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy csírt. Kellemes estét, hajrá. Ja, beolvastam, de akkor is köszönöm szépen. És nektek is zívok meg, Slaca. Legalább az egyik impostor játszott már. Igen. Az volt az a piros nyílt, hogy most mi nem értem. Igen. Amikor így világított a képernyő pirosra. Jó. Igen. Szóval, az impostorok azok tudnak hackelni dolgokat, és akkor oda kell menni és meg kell javítani, ehhez több crewmate kell. Neked, mint crewmate, vannak küldetéseid, ezeket bal felül a taskoknál találod meg. A térképet, ha megnyitod, felkiáltó jelek jelzik. Ezt megbeszéltük volna előtte. Nem ártott volna, igen. Jelzik, és azokat kell csinálni. Ha mi megcsináljuk, mielőtt megölnek az imposztorok mindenkit, vagy legalábbis annyit, hogy ketten ugyanannyian maradjanak, mint hány imposztor van, akkor mi nyerünk. Ha hamarabb... Neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm. És amit most igen, tudunk, iszonyat nehéz döntése volt a zsűrnél, de majd beszélek bősebben. Nem, Avid bal oldalon, Avid a bal oldalon talán. De majd a szavazás előtt majd beszélek bővebben is a versenyről. Skip. Különben kacira szavaztam volna. Mit csináltam még egyébként a seismi generátor? Hol van a seismi generátor? Fönt. Valaki rám szavazott? Oké, egy öröm volt, cseh!
Ó, más helyen vagyunk. Jó, mindig más helyen de leszünk. De most akkor kéne mutolni, nem? De most kinyíltak valami szeizmikus stabilizátort, ami bal fölül van, de félek, hogy csapda. Összintén nem játszottam olyan sokat ez a játékkal, szóval nem tudom, hogy mire ízélnek. Azt tudom, hogy Hunter itt volt mellettünk, amikor az előbb... Hogy jutok oda? Hogy jutok oda? Hogy jutok oda? What? Na, halló! Na, hello. Hello, darkness, my old szóval, friend! Láttam, hogy Dávid megöli Szabit. Jó, Kaci, ez egy kis túlzás, hogy és, ennyire egyértelműen vagy hajlandó ennyire hazudni? Nem jó. Hazudok, ennyire egyértelműen láttam, és én az előbb én voltam az egyetlen, aki rátszavazott. Kylo, nem maradtál le 8.30-kor, ezt most megy a szavazás, felkelti a szavazással, érjétek el a linket, ahol tudtok szavazni. Laborból, amikor én mentem befelé, és kb. 5 percet később találtam meg ez Viktor teljesen igaz, abból a szempontból, hogy találkoztunk a labnál, és én ott Dave voltam nagyon a tud hazudni. Amikor téged láttalak kijönni. Ki az, aki felfedezte a hullát a labnál a múltkor? Én pont, én láttam egy fél hullát, de nem tudom, hogy hogy lehet reportolni. Felugrik egy gomb, színessé válik egy gomb, és lehet kattintani, vagy R egyébként. Most jó, R, jó, így mond, ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy bementem egy szobába, ahol ott volt Kaci, meg egy hulla. És utána fölvillant ez a dolog. De nem a, én a hulla miatt tudtad riportolni. Akkor Kaci meg Dave. Kaci találtál meg, vagy Kaci ölte meg? Dave, ha vitte meg, találtad? Én megtaláltam, tehát én láttam a hullát. De tényleg ne spoilerezzetek majd a játékkal kapcsolatban. Jó, és Kaci ott volt? Hát jó, de igen, nem de tud máshogy riportolni. Jó, hogy Kaci riportolt, igen. Szóval Dave ölte meg Exo-t, és egészen átszaladt a hullán. Elhiszem neki, hogy nem tudja, hogy kell riportolni. De az is lehet, hogy egész egyszerűen ő a másik gyilkos. Jó, Kaci, ez nagyon jól hangzik, de én nem voltam arra felesem, ahol... Tudom, csak hát még frissen haltam meg. Vagy téged se láttalak. Úgyhogy és Dave kimagyarázza, basszus. Nagyon furcsa az nekem. Dave kimagyarázza. Azt gondolod, hogy én öltem meg, mert nem láttalak nem gondolom, a mapon. És ebből nem tudok másra következtetni. Slaca, bocsát, annyit csinálnál meg kérlek szépen, hogy átírod a címbe a szavazás parancsot a rajz helyett. Én ezért szavaztam rád végül. Meg az eredményhirdetést. Nagyon nyakatekert dolog volt, amit itt előadtál. Tessék, ennyi. Nem, én azt hittem, hogy nem lehet átlátni a falakon. Megbosszultak, ez az! Hú, még mindig nagyon izgulok. Gyorsan segítek nekik a taskokat megcsinálni, de igazából kész vannak a taskok. Tehát nem mutat új taskot, fix lights, hoppá. Ja, hogy addig nincs task, ameddig... De mondjuk igazából megcsináltam. Finish your tasks, és nincs új. Mi? Valakit spéc... Dave volt az egyik, nézzük meg, hogy ki a másik. Hol van Kaci? A Kaci gyanús nekem. De oké, hogy ő reportolta, de ugye Avid mondta, hogy... ott volt bent Kaci mellett egy hulla. Szia, Killer Game World! Szóval... Ó, figyeljetek, DVD screensaver! Sirius jön egyből javítani. De ilyenkor én mit tudok csinálni? Hopp, ott van a vid. Ott van egy fél kaci, kövessük csak. Megáll, nem megy javítani. Mondom. Nem, csak alibiből odament, rákattintott és eljött. Figyeld, de cseles.
kibemászkál szobákból, kereső, mikor lesz valaki egyedül, össze-vissza megy. Látjátok? Na? De miért nincs több task? Halljátok? Halljátok? Hallj! Én találtam meg a hullát, de nem láttam a hullát, hanem ahogy szaladtam el egy ilyen épület mellett, egyszer csak felvillant a report gomb, és azért mentem vissza, mert láttam, hogy felvillant a report gomb. De nem láttam magát a hullát, viszont előtte egy csomó ideig kacival szaladgáltam, úgyhogy, és nem a vid, úgyhogy akkor ezek szerint Viktor. Én szavaztam. De Viktor megjavította a izét. Meg a lámpát, és mondjuk tudom, hogy most nem hallanak, ezt csak nektem mondom. És a termelgenerátor összucott. Mert ügyes vagy, mert jó, ja, imposztor nem, vagy. Igen, nem, nem én vagyok az imposztor, srácok. Sajnos nincs infóm arra, hogy ki az imposztor, de nem én vagyok az imposztor. Ki fogja egy dobni, Viktor? Én csak Kacival és Vikivel találkoztam az egész meccs alatt. Viktorral egyáltalán nem. Én, igen, én, ja. Mindegy, akkor most semmi. Viszont lehet akkor, hogy Kaci nem tudott volna úgy... Én egy ideje már Kacit követtem. Kaci nem tudott volna úgy ölni. Na, Siriusra tudjuk, hogy ő nem imposztor. Kaci, Avid vagy Viki? Kaci még mindig gyanús nekem. Úgy csinál, mint a küldetést csinálna. Nem áll jól a szemesen. Három szellem nézi Kacit. Tehát így... Na jó, én followolom Kacit. Megnézzük. Ki kell derítsük, hogy ő fölmegy, lemegy, össze-vissza megy. Tuti, hogy ő a másik imposztor. Reset stabilizers. De nem tudok én kattintani most semmire. Tehát nekem kész vannak a taskjaim. És remélem, a többiek hamar be tudják fejezni. Na, hova lett Kaci? Tehát észrejött, ha majd megcsináltam a taskjaimat. Semmi, nagyon szépen köszönöm a követést, Pingi Pang! Hello, szia, üdvít nálunk! Mi újság? Hol vannak? Victory! Yeah! Na most mi történt? Befejezni. Jó, hát ez így szerintem... Imposztor voltál? Igen. Persze, mert úgy, hogy azt sem tudom, hogy miről szól a játék. Igen, tehát, hogy menjünk most át az egészen, mert tényleg Avid nem tudta, hogy... És az a, az de a öltem, helyzet. Öltem. Na, az mondjuk öltem, fontos. Az nagyon szép volt. Tudjátok, honnan lehetett tudni, hogy Avid volt az imposztor? Most már egyértelműen a végére? Honnan? Na, honnan? Mesélj, megállt, tudom. Megállt, amikor elindult a riadó előtte. Mind a hárman mozogtunk folyamatosan, ugye négyen egymás mellett sétáltunk, és Avid volt az egyetlen. Nem tudom, mire kell figyelni. Tehát, nem, a szabotásokat, azokat én csináltam. Igen, én nem, nem az tudom, utolsó szabotás, nem te csináltad. Nem, én nem csináltam szabotást. Én csináltam azt is. Valaki szabotás szerintem nem tudod megemlíteni a végén, és a következő körnek az elején is volt, még ott volt a szabotás. Nem, az megáll. Azt szerintem mesélj részletesen. Szabotálni. Szint váltok, mert nagyon feltűnő vagyok ezen a pályán. Arra ugyatok, lehet, hogy itt most én vagyok így a gyengelem. Ja, nem. Mi bosztuk el, elnézést. Mi rontottuk el azzal, hogy így nem magyaráztuk el, hogy mi is a játék. Úgyhogy ezért én most Viktor nevében is elnézést kérek. Először is kof, másodszor. Úgy mehet ez az egész, hogy kérdezek, mert lehet, hogy valamit értek, csak nem tudom, hogy kellene. Persze. Ugye én nekem rögtön az elején felvillant, hogy imposztor vagyok, ez már nagyon kellemetlen, mert abban ugye nem tudtunk segíteni így, igen. Tehát amit én láttam, amikor megnyitom a mapot, nekem is voltak felkiáltó jelek. Azok lettek volna azok a helyek, amiket tudok szabottálni, vagy az mi?
azok... Bocsánat, csak átállítom a felbontást, hogy rendesen látjátok a teljes képet. Mintha te is csinálnád őket. Tehát sehol máshol a mapon nem volt senkinek semmilyen feladata, csak szuper, mindig az a jó. Három, ami nekem villogott bal oldalt, lent, alul? Nem. Nem. Mindenkinek privát feladatai vannak, hogyha a crew member vagy, akkor van meghatározott mennyiség, ezt mi állítjuk be, a chatem azt írja egyébként, hogy kevés van. Uh-huh. A meghatározott mennyiségű privát feladata, amit mindenki... Így már mindenki a teljes képet látjátok. És úgy is nyerhetnek a crew memberök, hogy megcsinálják... Minden tilt-tiltot, abszolút, tehát semmi, tehát még csak hint se, tehát hogy arról, hogy ki a izé, arról spoilerezni tilos, szigorúan tilos. Figyelem, hogy a kód takarva legyen, tehát takarva van, csak ugye a színváltásnál egy nagyon minimálisra felvillan. Azzal sajnos nem tudok sok mindent kezdeni. Egyszer ezzel, igen. Ott láttam mellette, amíg ő is ott csak áll. Nem állítom én át. Én próbáltam megölni Move kacit, transition-t másikra. És a szabotőröknek pedig az a dolga, hogy a kétféleképpen nyerhetnek. Mi, hogyha azt mondom, hogy visszamegyünk úgy, a lobbira. Vagy hogyha szabotálnak valamit, amit mondjuk hosszú... És így nem fogjátok látni a kódot. A köszönöm, hogy szóltál, Napsi. Lett volna az a három felkiáltójel, ami nekem ott volt lent, bal oldalt, alul? Nekem azt írták a chatben, hogy az... azok ilyen fake feladatok. Tehát kapsz fake feladatokat, hogy úgy tud csinálni, úgy csinálhass, mintha... De az olyan, hogy csinálhattam volna is, csak nem csinálhattad volna. Nem. Csak ott lehet állni. De csak igen. Ott lehet állni, és nem lehet állni, hogy mennyi idő. Tehát ismerni kéne hozzá ugye jól a feladatokat. Nyilván ezért lesz egyre jobb az ember, ahogy játszik benne. Aha, mert aha. Mondjuk nem állsz egy másodpercet egy két másodperces feladat előtt, vagy tíz, és nem állsz tíz másodpercet egy másodperces feladat előtt, de ez majd kialakul nyilván. Igen. A másik dolog, ahogy nyerhetnek a szabotőrök, az az, hogyha többen maradnak, mint a high crew member marad. Vagy ugyanannyian. Vagy ugyanannyian. És tehát... azt is láttam, hogy az imposztorok egymást látják. Tehát én láttam rögtön az elején, hogy igen, ugye Déva társam. Igen, igen, és én majd összeszartam magam, mert elfelejtettem, hogy ki a másik imposztor. És Szabi ott azonnal ott volt, mondom, jó, azt megölöm Szabi, de mondom, jó, hogy ő az imposztor! Igen. Jó, hát nekem ez abból a szempontból volt nagyon rossz első kör, hogy ugye se szakot nem volt, tudtam igen. Csinálni, tehát én csak rohangáltam a meteven, és próbáltam azt, hogy hát, ha valaki egyedül maradt, hát egyedül maradt, azt meghalt. Hát megtaláltam azt. Imposztor? Nem tudom, hogy öleltem meg imposztor, de megkérdezem. Valami miatt azt hittem, hogy crew memberként nem látsz be át a falon. De kiderült, hogy átlátsz a falon, mert láttam kocit. Egy kérdés, imposztor... Imposztor ölhet imposztort? Nem, tudom. És most a play again-re kell menni? Igen, azon gondolkozom, hogy én újraindítanám a lobbyt, mert átmennék az űrhajóra, ha nem baj. Az egy jobb pálya szerintem. Oké. Okay. Melyik az, ami ilyen folyosós? Hát az űrhajó, de nem az üvegfolyosós. Ja. Hanem a világűrműen űrhajó, az baj. Oké, nekem nem. Illetve Viktor, ha érdekel, igen? Akkor ilyen a Discordra bemásoltam az ilyen ajánlott ilyen kompetitív settinget. Ajánlott kompetitív setting. Mindjárt átállítom neked a kompetitív settingre. Legyen az. Igaza van a gyerek, mindjárt csinálom is. Nem az e-sportos, ezzel játszottunk a múltkor. Hadd bejegyzem egyet, hogy néztem a Discordra, ahol láttam, hogy Viktornak az a stream címe, hogy Déva gyilkos. Majd eltelt 20 másodpert és megöltél, tehát szóval... Életemben először voltam imposztor és nagyon-nagyon jól esett. Köszönöm. Megölni engem? Segíts életem első rendes játéka és 30 másodpercig tartott. Én első rendem, amikor 3 óra. Hogy ugye az ölésre rájöttem, hogy kell, tehát ott egy kilgó. A fake taskok ott vannak, amiket behazudhatunk. Követjük az embert, oké. Azt is láttam, hogy ugye a ventilátoron keresztül lehet közlekedni, ami tud riszki lenni, hogyha pont ott jövök ki, ahol éppen van valami. Azt nem is érintettem. Viszont egy kérdés, hol, tehát milyen szabotálás? A szabotálásnál te rákattintasz. És akkor mi különböző mi? Területeket... Javítottam Napsi, most szerintem jobb lesz. Látom. Csak van, aki nagyon hangos, van, aki nagyon hangos. Egy szabotás gomb van. Jó, értem, oké. Okay. És ott különböző ilyen stratégiailag fontos pontokat tudsz szabotálni a mapon, ami nagyrészt olyanok, hogy megosztják a közösséget. Tehát, hogy megosztják a crew memberöket. Úgyhogy ha valahol... Ez át, vagy ott meg ilyesmi? A...
Igazából igen, például... És ne felejtsétek el, felkelti a szavazást, szavazzatok a rajzversenyre. Van még kettő óra, kicsivel kevesebb, mint kettő óra az eredményhirdetésig, úgyhogy hajrá! És oda mész te is, és valójában csak várod, hogy valaki. Szeretnétek, hogy levegyem az ilyen látótávolságokat 0-75-re? Mert Kaci útmutatója szerint azonnal, de hogy én nem szeretném. Mi? 0-75. Hát ez nagyon kevés, bárján, nem? Akkor hozom az olvasó szemüveget. Most egy. Tehát az egyről megyünk 0-75-re. Oh, oké. Ja, mehet. Nézzük meg, kísérletezzünk. Nem tudtad, miről, de az nagyon kevés. Tehát is ilyen van, most 0,5 volt. Úgy van, azért, ez azért fontos, mert a crewmate vision most vettem le 0.75-re, de úgyhogy az impostor vision az 1.5. Igen, nagyon jó, nagyon jó. Oh, Itt elvileg 9 ember alatt csak egy impostor van. Mi játszhatjuk kettővel, csak itt ez úgy van kitalálva, szerintem hogy a crewmate... játszunk kettővel, nem jó. Egyikünk se annyira jó. Hogy itt azért alacsonyabb a crewmate vision, hogy így ne tudj messziről átnézni egész szobákat, hanem hogy így be kelljen menned szétnézni, szóval, hogy többet kelljen komitolni. Lehet, hogy most vettem le a kill cooldown-t 30 szekre. Az most is valami izé volt, mert megöltem valakit, és utána így számolt vissza. Én csak eddig egy perc volt az, hogy most levettem 30 szekre. Ja, jó, jó. Az jó, szerintem a 30 szek az jó. Itt egyébként ez egy fontos memóriajáték, tehát én például baromira elfelejtettem, hogy hol öltem meg az embert, és nem tudtam, hogy hova ne menjek vissza. Tehát, hogy ez volt a legszebb benne, hogy próbáltam jól, nem vagyok, basszus, hol a hullá, hol volt? De hát, visszamész és jelented. Ja, aztán azt se tudom, hogy mit kell mondani. Mármint értetted, hogy nem tudom, hogy mik voltak a feladat. Mivel még nem voltam sima játékos, azért nem tudom, hogy mit kell mondani. Igen, úgy nem fog menni, igen. Jó, olyan sem tudok kamuzni, hogy hogy nem impostornak tenni. Zsír, mert... Küldöm a új kód. Igen, kódot ha küldeni, azt én megköszönöm. Bocsi, csak állítottam. Na, nem, semmi. Nagyon jó, hát WC pumpás kaki a, jó, egy másodat is jövök. Átírom a nevem. És tudjátok, hogy mi az eszméletlenül szomorú ebben? Hogy konkrétan olyan adrenalinrás volt rajtam egész játék során, mint amikor életemben először Battle Royale játékoztam. Amúgy iszonyatosan ízik a gén is, nagyon durván. Isten elnézést, mert ezt sose voltam még egyébként ennyire izgulós. Ja, de tényleg sztori, tehát hogy ezt nekünk kell. Nem igaz, igazából jó volt, csak nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Igen, szerintem alapvetően megdobja az ember pulzusát duplájára, amikor meglátja, hogy impostor. Igen. Sőt, valószínűleg az se segít, ha utána pedig az első dolog, amit lát utána, hogy a másik impostor megy a világűrbe. Az egyébként ott vége volt, tehát hogy így tudtam, hogy onnantól kezdve én nem nyerhetek. Tehát hogy azt se segít sokkal. De öltem, tehát hogy ez volt a lényeg, hogy így legalább a lelkem kicsit megnyugodott, hogy legalább valami. Nekem csak akkor nyugodott volna meg a lelkem, ha megölöm Kacit. Ott van. Mi a killnek a gyors gombja? Van gyors gomb a killnek? Van. Az E a gyors gomb minden. Az egeret is kattintasz. Az E a gyors gomb mindenre, nem? Itt van mindenki, valaki elment valahova. Már visszajöttem, csak nem vett változtattam. Szuper. Megváltottam egy lufit a fejem tetejére, és így nem tudom, teljesen jól. Nagyszerű döntés. Na. Ohohohoho. Nézzük, hol vannak fake taskok. Itt van egy rögtön a kafetériába. Várunk egy kicsit. Jó. Legyünk tovább. Sirius rám fogja hívni a izét. Ő profi, őt most hagyjuk. Valaki olyat kéne megölni, aki... Oh! Kaci majdnem észrevett. Jajjaj! Mi történt? Lejjebb vettük a cooldown-t a gyilkosságokról, azt történt, Csáncsa. Várjál, hogy most két ember halt meg. Két ember halt meg. Én azt tudom, hogy az egyiket Exo ölte meg.
De mi? Hol? És ezt honnan tudod? És ezt miből? Mert pont szaladtam utána. És láttad, hogy megölte? Láttam, ahogy elszalad egy hullam mellől. Szabi? Ott volt a hulla alatt. Várj, 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 várj! Az előbb azt mondtad, hogy követted, utána pedig azt mondtad, hogy láttad elszaladni egy hullam. De most már, most hol volt a hulla? Átfutottam fölötte és nem vettem észre. Ez is elképzelhető. De vagy Dávid az is egy kacsony. És ki, Dávid hullája. A jobb alsó sarkában. Igen. Hát ott jöttem el, mert föntről volt a kafetériában egy küldetésem, és utána volt egy lent a bal alsó részében, és így mentem körbe. De hogy én nem vettem észre a hullát, úgyhogy becsületemre szóljon. Amit eljátszottam a játékkal? Egyszer játszottam három meccset, de én őszintén nem vettem észre a hullát, mert néztem a térképet, hogy hova kell menni, mert általában mindig belefutok falakba, meg minden ilyesmi. És így néztem a térképet, mondom, hát megyek meg csak még egy taskot, yeah! Szóval nem tudom. És milyen taskot csináltál volna? Hát fönt a azt már nem tudom, mert csak azt néztem, hogy ott van felkiáltójel. Csak azt néztem, hogy ott van felkiáltójel, és a fönt a levéllehúzósat csináltam a kafetériánál. Akkor ne vissza vissza! Akkor Szabi volt az! Nagyon sajnálom a Venindáv szobájomat, bocsánat. Wow. Oh, na mi az emergency meeting tárgya? De mentségem lesz... Bocs, én nyomtam meg az emergency meetinget, nem láttam hullát, nem találtam hullát, csak szeretném kijavítani az előző hibánkat. Az előző hibánkat? Az a helyzet, hogy ettől még lehet, hogy nem Szabi volt a gyilkos, lehet, hogy csak véletlenül látszalat rajta. Az is egy létező opció. De hogy ezt így érdemes lenne mérlegelni, hogy vajon ő volt-e, vagy nem. Mondom, fiat, én nagyon új vagyok a játékban, a legelső játékaimban is sose vettem észre a hullákat, mentségemre szóljon, ismertek, én ilyen kis becsületes gyerek vagyok, de ez most ez most így hirtelen szíven ütött, hogy egyből megvádolnak a második meccsben, tehát hogy... Ez gyenge mentegetőzés volt. Ez nem mentegetőzés, ez most tényleg így volt. Futottam, néztem a térképet, és nem láttam, hogy ott van egy hulla. Más szavaztak? Tehát akkor is. Egyébként az a durva, hogy az ő védelmére én körülbelül 90%-ban úgy futkározok a pályán, hogy meg van nyitva a map, hogy tudjam, hogy hova kell menni. Én úgy átmennék a hullán. Szabi azt mondta, hogy az első három játékban is, amit játszott, folyton elszaladgált a hullák mellett. Nem látsz ennyi hullát egy játék során. Megérdemlett, köcsög! Na, rip. Fenébe, Kaci ott volt, az a baj. Kaci mindent elront. Kacit kell elsőnek kinyírni, nem a D-bet. Na, szabotálni úgyis tudunk. Hogy tudunk ilyenkor szabotálni? Valaki tudja? Igen, rip. Hogy tudunk ilyenkor szabotálni? Szabotálni akarok. Avidnak akarok segíteni. Halljon meg az összes. Nem, belefutottam Dave-be. A felkiáltó jeleknél... Ó, szabotás, itt van. Aha. Na, akkor az elektrikált. Tessék. Megvan, köszönöm. Avid, gyere, ide hívom neked, hogy valakit megölhetsz. Kaci szelleme. Pedig jól kidobták Kacit helyettem. Sirius, na. Ó, hogy el tudok tűnni. Avid erre futott. Hunter. De Avid most le fogja hozni ezt nekünk. Új, Dave Ciri... Azok szellemek. Úristen, megszaporodtak a hullák. Reaktort vagy az oxigént. Jó, akkor reaktorra cooldown van. Még elektrikára cooldown. Oxigén, communications, mindenre cooldown van. Yeah! Már pedig nincs. Nem lehetsz egymás után kétszer. Ott van! Ebben a körbe sikerült. És egyébként tudod, mit akartam kérdezni, Viktor? Hogy hol a francba voltál? Ugyanis Vikit megöltem bal lent,
onnan elindultam visszafele, és te rögtön szembe jöttél, mondom, baszki, mondom, észre fogja venni a hullát, vissza kell mennem valahogy megölni, és utána körbe-körbe mentem, és utána még egyszer megtaláltam. Javítottam a fényeket. Jó tetted. Nem hiszitek. Na, látjátok, Viktor se vette észre a hullát, tehát így bentségemre szóljon, Viktor se vette észre a hullát. Jó, viszont Szabi, azt tudod, hogy mi nem látunk mindent, amit te látsz, mert a szellemként látsz mindent, viszont ha le van verve a lámpa, akkor a térdednél nem látsz tovább. Ez így igaz. Én egyébként egy csomó ideig azt hittem, hogy Dave volt meg engem, mert hogy ő átsorgott ott a hullám felett, mikor meghaltam, és nem tudom, kellett kb. Fél perc, mire leesett, hogy ő is szellem. És ezek után finom volt, hogy kiölt meg engem. Ja, megült a bajom a memória játékkal. Be tudjátok állítani, hogy ne imposztol, én hagyj játszak már egyszer, úgyhogy tudom, hogy mit kell csinálni. Nem tudom át állítani, az így random. Ja, ilyen mindenki vissza a izébe, nem tudom, ki az, aki nem. Kaci! De itt van, Kaci. Agyan visított a röhögéstől, amikor az után megint bedobta, ja, impotta. Hát mondom, megint nem fogok tudni játszani. Ki az, aki nem kattintott vissza? Viki. Oh, sorry! Legyen ez automata! Én meg így csinálom a küldiket, és így biztos, hogy valami baj van. Tehát biztos, túl nagy a csend, biztos, hogy valami baj van. Én így voltam egyébként azt, hogy Avid után, jött utánam folyamatosan. Tudtam, hogy Avid, már a másik után vissza kellett volna mennem a gombhoz benyomni, hogy akkor Avid fontosan követ, és nem csinál. Szabi egyébként... De nem tudom, hogy mit kell csinálni, ha nem követni az ember, basztus. Hát egy tip, hogy amikor ott szétszélettünk utoljára, amielőtt kiszavaztunk volna. Igen, igen. Akkor te engem ott meg tudtál volna ölni, mert mindenki egyedül hagyott. Tudom, téged kerestem. Arra érdemes, az mellett, a gomb mellett álltam. Mementem és mondom, akkor esek csinálok egy ilyen fake küldit, mert láttam, hogy te is arra mész, aztán utána átmegyek oda gyorsan abba a navigation roomba, vagy mibe. És aha, akkor majd, mivel te voltál leghangosabb vádolom, így gyorsan elvágom a torkod. De nem sikerült. Hamarabb összehoztad az emergency meetinget. Na menjünk. Gyerünk. A kérdés ez majd azt kell eldönteni, hogy mikor engedjük el a pótkerekeket ezzel az imposztor kiírással. Na. Tudja, hogy Sirius lesz az imposztor, és én leszek az első, akit megöl. Laci gyanúsan ott áll középen alattam. Az adminba kell vinni. Be vannak zárva az ajtók. What? Nagyon szépen köszönöm a követést. Bollerácki, hello, szia, üdvít nálunk. Hogy tudok menni? Nincsek ajtók. Jó, vannak. Na, hello. Yep. Hol találtátok a hullát? Itt a kafétéria alatt zárva volt az ajtó, közvetlen. Utána mentem volna csinálni a küldit be a fájfeltöltőst, oda a parancsnoki cuccra, és ott volt Hunter hullája, és elsőnek megint átmentem rajta, amikor fordultam vissza, akkor esetleg, hogy jé, az ott egy hulla. Pont ezt akartam mondani, hogy onnan jöttél. Tehát, hogy onnan jöttél, akkor megint csak... Az biztos, hogy én jöttem lefelé a kafetériából, és valahol ott volt mögöttem Dave is, és amikor ott volt, szóval én pont jelenteni akartam a Huntert, mert már ott állt Szabi. Igen, mert én is azért jöttem vissza, mert láttam, hogy egy hulla mellett mentem el, és gyorsan jöttem vissza, és próbáltam minél gyorsabban arra a report gombra kattintani. Jó, most az a kérdés, hogy elhisszük-e Szabinak azt, hogy még egyszer átfutott egy hulla fölött? Én mindig átfutok rajta, mert a térképet nézem nagyba. Szabit küldinél állva. Én az nem a helyzet, hogy én ben voltam középen a középső helyen voltunk benn hárman Hunterrel. Én csináltam ott jobb fent azt a másolós küldit. Be volt zárva a jobb irányba ajtó, meg a lefele ajtó is. Lefele ajtónál állt Exo, és a jobb oldali ajtónál volt azt hiszem Hunter, és onnan ment talán lefele. És én akkor mentem el jobbra, mert mentem ki teljesen jobbra a CD-re, hogy megcsináljak még két küldit. És utána erre Exo-t meg Hunter-t láttam együtt. És hol volt Hunter hullája végül? Rögtön a izé alatt, ahogy jössz ki a kafetériából. Viszont hozzátenném, hogy Kaci nagyon sunyit, mert ő látta, hogy csinálok küldit a parancsnoki írnál, úgy csináltam a file letöltős küldetést,
ott fönt a parancsnoki hídnál, és ő ott volt a parancsnoki szék mellett. És ő látta, hogy én ott vagyok, és csinálok egy küldit. Simán és onnan mentem. Voltál, megmondom őszintén, hogy tökre nem figyeltem. Ott ilyen a izé lövő, lelövős, meteor lelövős küldit csináltam a parancsnoki széknél. Én voltam Kacival kettesben, a lelövős küldit nem a parancsnoki széknél csináljuk, hanem hoppá, pont hoppá! Mondani, mert a navigationben csináltam azt, végre csináltam. És skippeltem, baszki. És engem dobtok ki? Az már két, sajnos sokan szavaztak jó, korábban. Kacival én voltam kettesben. Kacival voltam kettesben, és ő nem ölt meg. Ennyit tudok mondani. Most ezt elhiszitek? Nagyon szépen köszönöm a követést, SD81. És Pingi Pang. Hello, szia, üdvít nálunk mindenkinek. Most ezt elhiszitek? Megint kiszavaztak. Vagy... Nem baj, én feltöltöm a fájlaimat, csak azért is. De az igazat mondtam, csak mert nem kattítottam elég gyorsan. Úgy ver a szívem, mint az atom, úgy ver a szívem. Viki, nem vagy műtolva. Ez így gyors volt. Beléptem a szobába, és ott töltem ekkor. Szia, Bazsovic, hello, hello. Gyorsan riportolok, vagy nem tudom, de hogy nem. Én akármennyire is azt írta ki a játék, hogy defeat, én ezt győzelemnek éltem meg, mert tudtam taszkokat csinálni. Azt akartam mondani, srácok, hogy nem kaci volt. Valóban? Viszont azért hozzáfűzném azt, hogy látjátok, hogy milyen béna vagyok, hogy elmegyek megint a hulla mellett. És még a rohadt report gombra se tudok rányomni, így kattingattam körbe a gombot. Halkan megjegyzem, hogy ez még egy darabig, ez egyszer nagyon jól fog jönni. Valaki kattintson, amire kattintania kell. Még egy parancsnoki széknél. Csecse Attila jelezte, hogy csatlakozna, ha akarjuk, hogy csatlakozzon. Én akarom, hogy Csecse Attila csatlakozzon. Gyere, persze! Akkor megvárjuk? Várj, ahhoz új ízékkel. Oh, igen, God. Kell új blokk. Új várjál, kód, lehet, igen. Kell. Lehet, hogy nem kell, lehet, hogy nem kell. Nem tudsz, hogy nem... Na várj, hát... Megnézem, hogy a számítógépen tudod-e. Nem. Dave, te meg be tudod húzni Discordon, nem? Én be tudom húzni Discordon. Én szeretném, igen, szeretném a kill cooldownt egy kicsit feljebb rakni. Nem szeretnénk egy kicsit feljebb rakni a kill cooldownt? Feljebb rakhatjuk. Igen, feljebb rakhatjuk, mert így egy kicsit... Jó, mindegy, újra kell állítanom mindent. Érted, de úgy csináltam, mintha csinálnék egy taskot, hogy megvárjam, hogy leteljen, és aztán mentem, és mégis öltem valakit. Hú, ez mondjuk azért az hosszú task csinálás. Ezt most, ezt mondjuk eléggé adta. Ja, legkisebb gyanúra is, Vikivel meg Dave-vel kiszavaztatok egyből, tehát az meg, az zseniális. Nagyon-nagyon jól jött. Zseni volt. Hát, nagyon jól jött, igen, nagyon jó volt. Na várjál, mi a Discord tagged? Attilának írtam. Ja, írtad neki? Jó, jó. Attila valami. Köszönöm. Közben Napsi kérdezi, hogy beugorhat-e majd tizediknek. Kicsoda? Napsi. Viktor ismeri. Community tagja. Akkor most döntsük el. Igen, ezt most döntsétek el, mert akkor új lobbit kell csinálnom. Az a kérdés, hogy... Ja, hogy akkor ebbe ki kell lépni. Igen, oké. Okay. Igen, új lobby. Nekem jó. Tök oké. Okay. Nem tudom most milyen mikrofonja van, vagy bármi ilyesmi. Gondolom oké is. Attilát közben meghívtam a Discordra, úgyhogy valaki majd mindjárt hívja be. Ja, meghívtad a Discordra, meghívtam, hát igen. Isten áldjon meg. Most mondta, hogy hívjam meg, és most meghívtam. Szerintem most okésak vagyunk így. És az a kód, amit nem tettem a rendszám alatt. Hogy elhívgathassak. Lépjen be valamilyen szobába. Lépjen be valahova, és akkor behúzzuk. Oké. Napsi, lép be valamelyik szobába, és akkor behúznak. Itt vagyunk a Fanvid Geeksbe, úgyhogy a korteremre beugrasz. Kinek a nézője? Buboréka. Egyikünknek sem.
Azt hiszem, azt minket népen valamelyik... Miért mi van buborékával? Annyit írt az egyik moderátorom, fogalmam sincs miről van szó. Kérdezd be kérlek, hogy buboréka kinek a nézője, és ha lehet, akkor banolják is, köszönöm. Fogalmam sincs. A srácok, ja, bárki, bárhol, bármelyik cseten segít, spoilerezik, bármi. Szia, Attila! Annak kezét lábát. Hello! Szia, Attila! Ja. Napsi azt mondja, bocsánat, hogy hogy nem tud egyik voice channelbe se belépni. Annyit csinált, hogy leírta, hogy ki az imposztor. De, hogy... Hát az elég komoly. Az nálunk ultra ban. Okay. Az nálunk ultra giga meg a ban. Ugye az van, hogy backseat, az Theo, megmondani, hogy ki az imposztor, vagy hogy ki nem imposztor, vagy effektív, az instant ban. És teljesen mindegy, hogy subscriber, nem subscriber. Az azért jó, mert konkrétan nullára redukálódott a csettel való kapcsolatom, tehát én ezt nem láttam, de a csettel már írja, hogy írták. Annyira figyeltem a játékra, hogy azt sem tudom, hogy mi történt. Na, megvan, itt van a óhajsóhajban. Azt be tudom én is húzni őt, vagy nem. Nekem nincs? Ne. Akkor viszont csinálom az új szobát. Nem, nálunk nem instaban, hanem 24 órás timeout. 24 órás timeout marad. Aha, úgy néz ki. Oh yeah! Akkor ezt most megint leave, ugye? Igen. Aha, Attila, te jó, akkor még egy ilyen kereszt kérdésem, hagyd legyen már. Az előző game, amit most elveszítettünk, ott a taskokkal, hogy állt? Mert én csináltam csomót, de nem... A felül látod. Rosszul, mert felül az ott csík. Slaca, nem tudom. Már játszol. Egyébként. Szia Napsi! És Napsi, neked is szól a kérdés, hogy ki is játszott. Én játszottam már a mobil verzión, de megvan a gépes is. Jó, oké. Játszottál többször is? Jó, akkor nem kell semmit átveszteni. Nem, jó. Csak azért, hogy... Oké, beraktam. Ha ez a mappal leszünk, ez szuper. A mappok a szobák nevét még nem tudom, de... Jó, mi se. Az űrhajós pályát nektek jó. Nekem jó ez. Mert én szerintem azért lenne érdemes egy pályán játszani, hogy tudjuk a... Igen. Az a helyzet, okay. Hogy nagyon sok mindenre kell figyelni. Tehát ezt így nulláról elkezdve, hogy még a task, a map megnyitva figyeljem, hogy ki jön mellettem, hogy ha kell, akkor hogy öljek, meg még a ne... Ez a okay. Segítek, egy dologra kell igazán figyelned, arra, hogy a piros szín az enyém. Azt nem egyeztem, mert te ott voltál velem a navigation-ben. A hobában feljebb be van írva. Discordon az ideiglenesen ne gyere be. Ja, aki sem megvan. Ott, oda köszöntél, úgyhogy ilyen. Igen. Ideiglenesen. Viktor, ez neked kérdés. Amikor mi ott voltunk abba a navigationbe, és tényleg ott volt az a lövöldözős, meteoros dolog, és akkor valaki mondta, hogy azt máshol csinálta. A navigation? Várjál, ez fenn van a fegyverben az énem. Ne, ő a másolósat mondta, és az úgy van, hogy az egyik helyen le kell tölteni az adatot, és a másik helyen meg feltölteni az adatot. Igen. Mert nekem buszigálnom kellett egy űrhajót pontokon. Az igen, az a navigationben van, meg van még egy a navigationben, ahol egy célkeresztet be kell húzni a közepére. De az nem meteor lelövős. Szia Leki Szilvi, hello, szia Démoszkály. Én mondani, de én vagyok a legszexibb a csapatban. Jaj, ne felejtsétek el, az aladik közben a szavazás a rajzversenyre. Attila, nagyon jól nézel ki! Felkelt olyan szavazás, és ott tudtok szavazni beérkezett pályaművekre. Én azt gondolom, hogy a nyorokat sátán a földre. Hogy mire számíthatunk akkor. Rá se ráncsatok, mert úgy is így év van, meg úgyhogy tök mindegy, hogy mit gondolom. Hogy lehet ilyen minyon szerezni? Az van, Viktor, hogy az étkező kellős közepén fogom eltörni a nyakadat, vagy átütni pénisszel, teljesen mindegy. Mi van? Ha én leszek az imposztor. Vissza nem találhatjuk, nem? Na. Üldi weaponshez megyek. Viktor, miért nem a Nightokhoz fut?
láttam. És én nem is láttam, hogy hol van. Én is láttam. De Hunter szaladt el. De hol volt? Hol? Itt délen, itt a storage roomban. A... Én Hunterrel találkoztam a csetnejűve. Én ott Hunterrel én is találkoztam. Na, én is. Délen én középről balra feljövve láttam Dave-et és Chris-et egymás után jönni, én szembe szaladtam velük, tehát én futottam be közép irányra. A nem, csak Dave szaladizik, tehát egyszer kiszavaztatott, egyszer kiszavaztatott és kétszer megölt. Azért hívott meg, hogy a saját kis hullája legyek. Abból az irányból. Én Dave-vel sétáltam meg is sokat, és nem ölt. Na, addig viszont kiszaladok gyorsan mosdóba, úgyse beszélhetek most velük, jövök vissza mindjárt. Kontroll ilyen balról körbeérkeztem. Jól tette? Perbancs, Laca. Értem, hogy Viktor megölött. Igen, mert elmentek a lámpák, és ott közép a sztorizum. Kétszer és hármat mutat. Én így mutatom, hogy kettő. Jövök mindjárt egy perc. És akkor visszajöttek a lámpák. Melyik egy kis körbe láttunk, és nem láttunk semmit körülbelül. Én azt nem tudtam, hogy ez miért volt, de akkor most már tudom. Tehát valaki tönkretette a lámpákat, és akkor azt meg kell javítani, akkor látom. Igen. És akkor Viki, te Huntert láttad onnan elmenni? Hát úgy emlékszem, basszus. Én nem mentem ki onnan, engem Chris követett, miközben mentem, valami taszkom volt ott, és én nem is láttam, hogy van ott hulla, csak felvillant a gomb. Jó, mi van, hogyha ezt most kipeljük, srácok, és... Jó, adom. Mert... nagyon szívesen kibasznám Huntert, elnézést. De nem tudom 100%-ra mondani, hogy ő volt, vagy érted, kicsit se tudom mondani, hogy menjünk ő volt az. Menjünk csoportokban, nem? Tudod a kettő, akire szavazol. Ja, Hunter, ki szavazol? Én nem szavaztam senki. A narancs meg a fehér, nem láttam, kik voltak ezek. Én kék vagyok. Én vagyok a legszexibb. Na, itt vagyok. Itt kell megtanulnod. Na. Fú, Dave mit fog kapni? Legyek egyszer imposztor. Csak őt fogom ölni. Én megölöm, és utána bevallom, hogy én voltam az imposztor. Hogy tudom mit csinálni itt a küldit? Miért nem enged rákattintani? Most látom, hogy itt van, hogy... Á, józzal! És őt most nem öljük meg, hogy azt higgye, hogy velünk minden rendben van. Bekapcsoltam, hagyta a mikrofonját! David nem volt elemútolva. Ezt hallottuk. Valaki hívjon vissza gyorsan egy emergency task-et. Oké, megmondom, mi van. Az van... Megint Viki találta meg a hullát? Találtam egy hullát, és megálltam a, ott tudjátok, a generátor, vagy mi a szarnál, ahol középen van a memóriajáték. És amire mondta Dave az előzőben is, hogy hú, mennyit szopott ott? Na, én azt most végigcsináltam, és hiba nélkül csináltam végig, és később jött oda, mint én, és hamarabb ment el onnan, mint én, és amikor befejeztem, akkor elindultam dél felé, és ott találtam meg a hullát. Nekem is van egy nyomom a narancssárgával, nem a... Sirius volt az alsó szobában? A narancsárga az nap. A hajó felső oldalán vagyok. Igen. De nem... Ki halt most meg? Bocsánat, én nem tudom. A narancs meg a kék is. Ja, én halt. Hogy ketten is meghaltatok. És hogy azért mondom, és hogy a narancsárga Sirius volt utoljára. Csak én hallottam a Dave-et, vagyis valaki szólt neki, hogy Dave nem voltál lemutolva. A tévés szobában. Hát elég régen voltam a tévés szobában, mint hogy az előző szünet után, előtt voltam utoljára a tévés szobában. Jó. Ugye többiek úgy mutolták magukat, hogy a fejhallgatót is. Azért, mert mindenki beszél. Én annyit tudok felhozni a védelmemben, hogy én szerintem megöltelek volna, ha azért mentem volna. De... És mit csináltál azzal a memóriajátékkal? Megcsináltam. Szegény napsik. Oké, akkor nem. Akkor nem. Akkor én egyértelműen Dave-re szavazok, mert... Jó, én hiszek a Vikinek. Mert én hibanélkül csináltam meg. És ő nem csinálhatja meg rövidebb idő alatt. Jó, hogy ez ilyen... De igaza van, Dave volt az. Akkor tudom, hogyha hibázol, mert akkor előről kell kezdeni. És tippeltem. Dave-re szavazzunk, Dave-re. Jó, valószínűleg csak azért szavaztok rám, mert félúton bemondtam. És... Egyébként igen, de hogy... Legyen kedves lemjutolni a teljes Discordot, tehát hogy ne is halljon, jó? Jó. Most se úgy is szellemek, hogy most lehet hallgatózni, de igen.
Hunter, mute-old le magad? Vagyis, hogy a Discordot? Hallottatok, nem kell amíg tolni magukat. Úgyse beszéltünk. Kivel kapcsolgattam egyszerre azt a szaros lámpát? Ezt akartam kérdezni, hogy kell csinálni, mert valamit megnyitottam, én nem tudtam, hogy kell, mert mindig kapcsolgattam össze-vissza. Megnyitottuk egyszerre. Tehát ott mi a feladat? Mert nekem magától mozgott. Nekem igen, az nem is kapcsolódott. Sajnálom szépen, köszönöm a követés CZ-bár. Hello, hello. Igen, de nekem üdvít nálunk. Rákatintottam, és csak ilyen három más. Ugyanez volt, de várjál, akkor hárman voltunk, mert itt a lámpában. Nem hárman, igen. Akkor jó kicsit. De most megint... Kaci, mi történt? Ugye, de nagyon egyszerű, várjál. Attila, Viki és én voltunk ott, tehát Kaci vagy Sirius a gyilkos? Én nem vagyok biztos Attilában. Benned biztos vagyok. Attila, melyik szobában voltál a végén? Én az elektrikába voltam most, és onnan a storage-ba jöttem át, és ott azt a olajos hordós, hogy mit csináltam, meg amikor egy ilyen olajos tank van. Az üzemanyag töltős? Igen, igen, arra gondolom. Ja, akkor az üzemanyag töltős. Aha. Ja, volt! Tudjam, küldetés kerét, akkor én érzem, hogy 50% esélyünk van, és nekem Kaci azért nem gyanús, mert az előző szavazás előtt hát most vagy nagyon jól állt ott az egyik feladatnál, amit előtte én egyébként csináltam, viszont Siriusszal még nem találkoztam az egész játék során. A Véd megint egy újság kell amúgy. Hogy Attilával megtalálkoztunk, meg egy csomó időt tölt, meg Kacival is egy csomót mászkáltunk. Viszont Viktor, Viktor szaladt el, egyszer szaladt el abból az irányból, és én utána mentem föl megcsinálni azt a... Aj, én jöttem le a baloldali folyosókon, ott a generátoros szobánál. Én a hajtóműveket állítottam, ja. Igen, jó, és... elmondom, bocsánat, csak 10 másodperc van. Az adminban néztem a kamerákat, két embert mutatott a storage-ben, és ott tűnt el az egyik, és Attila azt mondta, hogy a storage-ben csinált küldetést. Ennyi. Én ott volt. Oké, akkor Kaci. Kylo. Szabi tuti csalik, mert így átmegy a falakon meg minden. Nem jó ember, ezt tuti, tuti egyébként, hogy Viktor, basszus, annyira érzem. Nem, mondtam! Basszus! Nope. És... kövessük. De be is némisd le maga! Dév. Task completed. Total task completed. Na! Kommunikáció szabotást. Ha be tudunk segíteni? Nem tudok besegíteni. Kész van az összes task. És valaki double killezik. Sirius! Úristen, Viki, szegény Viki nem tudja, hogy mi lesz itt. Jézusom. Viki, ne menj be! Viki, ne menj be! Oké, megvan. Ott volt a szobába Viktor és Kaci. És úgy gondoltam, hogy ők ketten akkor majd megoldják ezt a kommunikációs szabotást, és aztán elmentem, megcsináltam egy questet, visszajöttem megnézni, hogy Mizu, és addigra Kaci hullája ott volt. És mi az Istenért jöttél vissza? Na jó, tehát most... Na most ezt vagy nagyon elszúrjuk, Viktor, és téged kiszavazunk, és akkor veszitek, mert Vikivel maradok egyedül, aki imposztor. Már pedig ez történik. Vagy nagyon gyanús, hogy Viki végigbeszélte az egész játékot. És kitalálta meg az összes hullát. Viktor az előbb mondta, hogy te miért jöttél vissza? Itt most Avid szavazata dönt. Mert Viki meg Sirius egymásra nyomnak. És melyik őket szeretem jobban? Most gyerünk őszintén. Avid! Gyerünk Avid! De várj, az előbb én elmondtam, hogy mi történt, és Viktor rávágta, hogy de minek jöttél vissza?
a elnézést, összeült a bírat. Mi arra, hogy Avid nem figyel? Jézusom! Jó, egyébként egy dolog döntött most, Viki, hogy a lámpákat viszont tényleg együtt kapcsolgattuk, mert gondolom, Imposter nem kapcsolgatja. Kérem szépen, hogy mindenki állítsa be a Total Mute-ot, tehát a Defend. Csak az volt nekem eddig végig. Én meg kérem szépen Dévet, hogy többször ne üljön meg elsőnek. Viki, nagyon jó volt. Köszönöm! Ja Istenem, ez a cooldown, ez akkora para! Elmesélhetem, hogy az utolsó köröm miből állt? Tehát amikor hárma vagy négyen maradtunk, én nem jöttem ki középről, mert próbáltam megnyomni azonnal azt a rohadt emergency gombot, és nem jöttem rá, hogy miért, mert nem olvastam el, hogy krízis közben nem lehet, de ki sem mozdultam, onnan mondom, bassza, még akarom nyomni, szabadtunk ki az utolsót, és nem tudtam elmozdulni onnan. Jaj. Honnan tudom, hogy hol van szabotás? Mert írta a chat, hogy azért nem tudom benyomni a gombot, mert szabotás van, de... Ó, illetve egy apró technikai részlet, a halott ember nem beszél. Tehát akkor sem, ha az űrben van, az a halott ember. Napsikéged a Sirius ölt meg? Ez most Attila, ez neked szólt konkrétan. Nope. Egyébként én nem értem én. Beszéltem. Amikor meghaltál, meg kidobtunk a világűrbe. Igen, miután meghalsz, utána a beszélgetés rész közben sem beszélhet. Igen, tehát egyébként... Okay. Ja, semmi baj, nem, nincs semmi baj, nem ezen múlt, amúgy is elvéleztem. De azt mondják, hogy villog a nyíl, de az taszkhoz mutat. Nem, a villogó nyíl, a normális nyíl mutat taszkhoz. Ó, tehát van egy ilyen villogott köztük. Ilyen sárga-piros villogás. Jó, na ezt nem tudtam, oké. Mehetünk? Aha. Let's go. Mindenki itt van. Jaj, annyira örültem, hogy Viki az... Na! Nem szabad, Karesz, semmi tip. Se azt, hogy kigyilkolt, semmi. Tehát a játék végéig nem szabad leírni. Úgyis akkor megkiderül, hogy izé. De hogy... ez gyors volt. Szigorúan okay. Még a Kacival találtunk hullát együtt. Viszont nem emlékszem pontosan, hogy ki szaladt ki előtte. Bocsánat, senki nem járt arra, Attila éppen a meteoritokat lőtte, én elfutottam mellette, és lementem a Command Centerbe, két küldetésem is van ott, és Kaci és Sirius állt egymás mellett igen, ugyanannál a küldetésnél. Kiszaladt a gyilkos. Dév, akkor te voltál? Mert nem emlékeztem a színre. Én voltam az, aki elment ott mellette, és én lementem a Command Centerbe. Tehát tényleg semmi hint nem lehet. Ott tűzöltem meg Attilát, aki kiszaladt utoljára a szobából. Nem emlékeztem a színére, de hogy az ölt ja, meg. Ja, hogy bocsánat, igen, az, aki engem megölt, azt én is láttam. Akkor, ha megkérdezem, akkor mondhatjátok, de más chatjére ne írjátok át, mint semmi ilyesmi. Kaci és Viktor értelemszerűen rám szavaz. Hogyha most kiszavaztok engem, és kiderül, hogy nem én vagyok az, akkor könnyű dolgotok lesz, mert Kaci és Viktor. Jó, Kaci és Viktor az. Halott ember, nem beszél! Jó. Hoppá, ez baj. Igen, baj. Szia, Viktor. Találkozunk. Hoppá. Ott van Viktor, de Viktor meglepődött, hogy hoppá, ez baj. Kaci itt van, ő a gyilkos, és most meg fog engem ölni. De nem ölt meg! Szóval most utána milyen? Oké. Most másik irányba megyek az elektrikál felé. Kaci ez mindig gyanús, az a baj. Nem is az, hanem a reaktor meltdown. Oh, jeez. Sikerült megjavítani? Sirius jött onnan, nem? Mondtam, hogy Kaci gyanús. Mondtam. Ó, most Kaci halt meg. Na. Mhm.
akkor az Viktor lesz? Nem is, izé volt, a fehér volt. Én is erre követem. Fehér volt, Avid volt. De. Sajnos nem vagyok amúgy imposztor. Viszont ebben az esetben, szóval én vagy lila, vagy kék színre emlékeztem arra, aki kiment utoljára, még ebben a körben nem tudom, hogy Kaci, hogy halt meg az előző körben, aki megölte Attilát. De Déva, hogy közbeszólt, azt hittem és ráugrottam, valószínűleg nem kellett volna nyilván, mert nem imposztor, de hogy amúgy nem vagyok az. Én annyit tudok mondani, hogy egyszerre csináltunk taskokat Viktorral, legalábbis ő előbb végzett, aztán elment, és én akkor lehettem meg a hullit, és Viktor nem reportolta. De igen, ez érdekes. Én csak Hunterrel, meg talán Chris-szel találkoztam ott közben, viszont én bízok Dave-be, aki azt mondta, hogy Sirius. Igen. Az a helyzet, hogy tök logikus, nem tudok, igen, szabad, igen, tök logikus, nem én vagyok amúgy. Tényleg nem, sajnos. De hogy, várjatok, én skippelem a voltot, mehetünk. Bye! Bazd meg! Akkor ti faszod! Tudjuk, hogy Avid volt az egyik. De mi azokat nem tudjuk csinálni, csak a sejtjeinkat tudjuk, csak azért mutatja nekünk, hogy oda tudjunk menni, megnézni, hogy hát, ha történik valami. Jó, tudtam! Csodás volt, drága Simona! Oh boy! Konkrétan! A lila volt! Ilyen bajok! Csak arra tudtam számolni egyébként, Viki, hogy ott láttam, mondom, most kell beadnunk a double kill-t. Köldes volt a Viki végig, biztos voltam, hogy... Ott Viki hárman ott álltak, amikor megölt, és senki nem látta, és ilyen voltam, na oké, Vikit elkapták, és akkor én csak így néztem, mi történt? Az van egyébként, hogy láttam a killt. Már nem lehetett látni titeket, tehát mi már hárman elmentünk jobbra, és Viki és az utolsó halott emberünk, most nem tudom ki volt az, ők már nem láttuk, tehát már én sem láttam, pedig én messzebb látok elvileg imposztorként. Nem, én az első killemnél, én az mentett meg, hogy Viktor nem emlékezett a színére. Nem emlékezett, igen. Mert hogy én azt mondtam, hogy kész, meghaltam, végem van. Mert azt hiszem, hogy most ott jöttek hárman, miközben én meg a hullánál állom. Ezt elrontottam, srácok, ne haragudjatok. Az a helyzet, hogy ezt most megnyerte az imposztoroknak, az, hogy széthúzott a bagás. Igen. Bevallom őszintén, hogy... A játékokon átívelő gyűlölet az az, amit... Igen. Viki, megint te vagy, aki nem tolt rá kattintani? Bocsánat. Az első szavazásnál konkrétan az volt, hogy ki akartuk szavazni Viktort vagy Dévet, és egy ő sem volt. Amúgy is. Dév mentett meg minket egyébként Vikivel, mert azzal, hogy a Dév, Kaci, Viktor trió fixen ki tud esni egymás után, az nekünk nagyon nagy segítség volt. Ilyet, úgy indultuk. Egyébként azt el lehet mondani, Avid, hogy te hogy vagy non-stop gyilkos. Ne, ugye? Tehát ezen röhög a csetem is, hogy alig tudok játszani, mert mindig csak ölnöm kell és sunyulnom. Viszont lehet egy javaslatom, bocsánat, hogy csináljuk már úgy, mert lehet, hogy egyszerűbb lesz a kommunikáció, hogy az kezdje a beszélgetést, aki reportolta a hullát, és hogy... Mindig és annak hol. Kéne. Mindig annak kéne. Igen. Mert akkor könnyebben ki tudnánk szúrni az ilyeneket, hogy... Te ne próbálj meg rendet teremteni a káoszban! És bocsánat, Dave, bocsánatot kell kérek, mert csak azért szavaztam rád az előzőben, mert eddig kétszer is megöltél. Én teljesen biztos voltam benne úgy, ahogy Dave ezt így elkezdte tolni, azt hittem, hogy jön a bullshitteri, hogy megvédje magát, mert mindenki látta. És egyébként közben tényleg kékre és lila színre valamelyikre a kettő közül. Rózsaszín vagyok! Igen, tehát... Mert hogy Viktor vagy Dave, és kiszavaztuk Dave-et, és az, hogy a következőben azzal kezdtem, hogy akkor Viktor? És különböző kérdés nélkül rászavazom! És az, hogy erre nem is tudtam, tehát az logikus volt.
Még nekem is, aki impostor volt. Még te is örömmel szavaztál. Szia Grady Baked Potato, hello hello. Amúgy majd arra nem akarjátok átállítani, hogy ne lehessen látni, hogy akit kiszavazunk. Szeretném nagyon, de Dave nem, mert puhány. De most már lehet, most már itt lát. Imádom Dave hangját elvágni így mondat közben. Na, megint nem vagyok impostor. Kockáztatok és megpróbálok Kacival haladni. Én úgy látom, hogy Kaci is ezt csinálja, mert sok idő neki. Kaci? Hol volt a hulla? Szóval én találtam meg a hullát. Exo, te milyen küldetést csináltál? Most. Ki volt? Bocsánat. Micsoda? Hol találtad meg a hullát? Én azt szeretném, ha Exo megválaszolna, hogy milyen küldetést csinált. Én ültem most ebbe a székbe, és amúgy a székből kell csinálni az aszteroidal lövést, és 19-nél voltam, és valaki van mellettem, azt hittem, hogy Kaci volt, de akkor szerintem Viki volt lilában mellettem, aki ugyanúgy ugyanennyi ideig csinált a küldetést, de valaki állt mellettem, sötét színű. Én álltam mellette. Bocsánat, hogy hagyd szólja közben. Kaci, Exo és Hunter voltak abba a szobába, ahol ezek szerint ültek, én azon csak átszaladtam, én más nem láttam bejönni később. Ha Hunter meghalt, akkor én azt mondom, ha más nem jött be a szobába, de ezt nem láttam, akkor vagy Kaci, vagy Exo. Én átfutottam a szobán az irányító terembe, az S a legjobb oldali szobába. Lefele, igen. Én is oda mentem. Én is arra futottam. Mi a napsival kint voltunk a kafetériában. Hol volt a hullám? Ott volt akkor abban a szobában. Igen, itt a szék mellett van a hullám. Ott a szék mellett, tehát ahol én kacsit... Várjatok, akkor Hunter volt mellettem. Ki az, aki először végzett? Én végeztem, és miközben csináltam, láttam, hogy megölik Huntert. Kicsoda? Avid. Hát akkor... Avid? Mit keresed? Figyelj, engem meggyanúsítani a legrosszabb, mert mindenki tudja, hogy nem tudok hazudni, ha impostor vagyok. Tehát, hogy... Akkor most kire szavazunk? Avid volt, hogy egyébként nem tudom, kire szavazunk? Én már... Én leraktam Avidra, én bízom Kaciban. Én leraktam Avidra. Akkor Kaci és Dave lesz. Én nem nyomtam senkit. Ó! Én sem. Most ilyenkor mi van? Látjuk ugye, hogy impostor volt. Most látjuk, és még látjuk még. Szerintem... Vagy Kaci, igen. Nyomult. Tehát... Húha! Na most oda kell figyelni. Befejezem akkor megint a küldetést. Tehát most... Na most figyelni fogom. Igen, ez meg volt. O2. Ez most jobban kell figyeljek. Most Attila jött be mellém. Most bejött valaki még. Kaci. Jó, Kacival itt voltunk. Tent? Hello? Megbeszéltük, hogy kivágjuk Kacit, nem? Ja. Ja. És ezt kihívtam? Bocsi, ezt most kihívtam, nem hallottam az elejét. Te hívtad? Én hívtam össze, igen. Örülök, hogy nem tudom megcsinálni a küldetést. Én ebben nem vagyok biztos, hogy az jó ötlet. Annyit szeretném mondani, hogy most, bocsánat, mondhatok? Hunter és Avid volt az a három ember, aki ott állt a lövöldözősnél. De ez a Kaci az előző alkalommal a sztoria alapján úgy indult, hogy ketten. Érted? Tehát, hogy... De várjátok, bocsánat, nem akarom Kacit védeni, mert az előbb rászavaztam. De most Kacival és Attilával itt voltunk az O2-ben. És Kaci küldit csinált. És én is küldit csináltam, és Attila is küldit csinált. Vagy hát lehet, hogy csak úgy csinált, de küldet, Attila utána kiment. Én csak felül csináltam meg a meteoros downloadot, és aztán jöttem veletek, mert láttam, hogy a Kaci utána jön, és hogy nem fog-e téged megölni esetleg. De utána Attila kiment. Igen, amúgy igen, de hogy Attila kiment, és Kaci nem ölt meg, pedig lett volna lehetősége. Igen, de a papírában volt egyből az emergency meeting-öbe, ahogy kimentem amúgy, köbben egyből lett. Szóval lehet, hogy nagyon ideje se lett volna. Amint lement a kúrányja az emergency meeting-nek, rányomtam, ott álltam az asztal mellett. Szóval az előző akciója Kacinak azért nagyon-nagyon gyanús volt, ami most azt jelenti, hogy én ezt kimondtam, ha most kiszavazzuk Kacit, és nem ő volt, akkor a következő körben kiszavaztok, és nem is értem, miért teszem ezt magammal.
én... Egy dologban vagyok biztos, hogy én Vikivel voltam bal legszélén, ő a, azt mondom, a memóriás küldét csinálta, én meg a fölötte lévőre 1-10-ig ilyen számozós. Én pont Vikit akartam egyébként hozni a képbe, tudom, hogy most én vagyok a leggyanúsabb. Nekem ez is fura, hogy Kriszt most behozta, hogy Vikit most valamiért meg akarja védeni. 60 másodperc, most mi lenne ez kép elő? Én csak kacira hallgatom. Én kacira szavaztam. Én is. De most miért szavaztunk Vikire? Mert azt nem értettem a logikát, hogy mi volt. Engem meggyőzött, Kaci. És mit mondott? De nem mondott semmit. Jó, nem utána mondom. Sirius jött be mellém. És ki is ment. Tével vagyok egy szobában. Bocsánat, itt vagyok. Én azt hiszem, azt láttam, hogy te megölted Viktort. Én? A világos kék volt, nem? Igen. Nem, én átjöttem fölötte. Itt Vikivel jöttünk be, itt volt Viktor is, és Napsi ment ki. Igen. Napsi ment ki. Én? Bocsánat, igen. Bocsánat, közösszorok, Dave, te beszélhet? Dave nem beszélhet, Dave halott. Dave halott. Dave le kéne mutolja magát. Szóval várjál, én bementem a terembe, oda mentem a konzolhoz, és akkor hirtelen tömeg lett a bejáratnál, és igen. Csak azt láttam, hogy Viktor meghal, és szerintem Exót láttam hozzáérni. Mert én is akkor jöttem be, mert abban a teremben lett van a küldetésem, csak tovább mentem az ajtón. És narancssárga vagy citromsárga volt, de Attilát láttam keletebbre, mármint a jobb oldalon. És... ugyanakkor. Szerintem Napsi volt. Szerintem Napsi volt, mert abban a pillanatban, ahogy mentem be Vikihez... Én a... Kire szavaztok, Viki? Exóra. Jó, hát nem tudom. Kaci nagyon kussol, de Kacit pont nem láttam ott. Kaci, te hol voltál? Az én baj, olyan gyorsan történt... Be hárman a terembe egyébként. Akkor viszont... Lehet, hogy Kaci volt? Nem találkoztam Kacival egy tökéletes teremben, ahol küldit csinált, utána kifutottunk egymás mellett, és hogyha meg akart volna ölni, akkor meg tudott volna ölni. Én Vikire szavaztam. De miért szavaztál Vikire? Azért, mert biztos, szinte biztos vagyok benne, hogy mert az első körben is ő ölt, amit láttam, így elsuhanni, és most Attilát és Vikit, meg Viktort így hárman... Neverellon, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, hello, szia, üdvít nálunk! Mi? Valami ki van? Die, bitch! Die! Aha, akkor nem Napsi volt, mert Napsi jött kifele, és Viki csak nem tudta álcázni magát. Én tök azt hittem, mert Viki csak ott állt, és Napsi futott kifele. Tehát, hogy konkrétan futott kifele. És az volt nekem gyanús. Miért érzem azt, hogy itt meg fogok halni? Hello? Na. Én találtam meg a testet, a fekete volt ott, és nem volt ott senki még. Nekem ez gyanús. Én alulról jöttem az elektrikába. Együtt szaladtunk be Chris-szel abba a szobába, konkrétan kéz a kézben. Én lefelé mentem a reaktorgombhoz, ő felfelé. Senki más nem jött be utánunk. Az impossible, hogy Attila bejött, és addigra már eltűnt onnan egy tettes.
Mit akarsz ezzel mondani, Kati? Ja, igen. Hogy Attila ölte meg, és beriportolta a hullát. Ez mondjuk nem hangzik ilyeségnek. Igen, azt mondom, hogy eléggé gyanúsnak tűnök, de... De nem ez történt. És az előbb Miska, akkor azt mondtam, hogy Viki, Attila és Viktor jöttek be együtt a szobába, és aztán Viktor valahogy meghalt. Mert a Vikinek elszabolta a fejét. Az baj, hogyha most Attilára szavazok, Attilára szavazok, és közben Kaci volt, vagy Napsi, akkor már meg vagyok szokatva. Én a világ másik végén voltam. De akkor még lehet, még járhattak, nem? Ha Attilára szavaztok, akkor nyer a következőben az imposztor. Akkor a két embernek, akkor mindenkinek együtt kell maradni és csinálni a küldetéseket. Nem. Hát én most nem tudom, kire nyomja. Én skippelek. Vagy nem? Én Attilára szavazok. Jó. Akkor igazából mindegy, akkor én is. Akkor igazából mindegy. Yes! 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 Köszönjük, Kati, megnyerted nekünk. Kati belemegyünk, tudod már. Oké. Kati, egyszerűen valami fantasztikus vagy. Én végig azt mondtam, hogy te vagy az, baszki. De komolyan. Viki pedig majdnem elhitetted velük, hogy a türkiz volt az. És zseniális volt egyébként, hogy befutottunk tényleg Kacival egyszerre a terembe, ő lement lefelé, én eljutottam fölfele, Attila ott állt, és megölt. Igen, megnyomtam a gombot. Én meg tök azt hittem, hogy Napsi volt a gyilkos lent. Átállítom. Én meg tök azt hittem, hogy Napsi volt a gyilkos, mert ő meg kiszaladt pont a szobából, Viki meg ott maradt ártatlanul. Amikor a... kihalt meg Krisz. Krisz ott lent a szobában, amikor engem elkezdett egyből vádolni mindenki. És azt hittem, hogy azért, mert Viki az ártatlan, mert hogy ő is ott volt és észrevette a hullát, míg a gyilkos menekül el. De közben pont fordítva volt, mert Viki ott... A Viki mert... volt, az igen. Igen. Viki volt. Hadd gratuláljak, hogy megöltél úgy. Szép volt, Kaci. Tátunk, és senki nem vette észre azért, hogy te voltál. De akkor én tudjátok, hogy mit nem értek, hogy az elején, amikor tényleg az volt, hogy Kaci és Exo ott ültek a székbe Hunterrel, és én átszaladtam ott, akkor tényleg valaki egy negyedik beszaladt, és megölte úgy a Hunter. Igen, úgy, én is átszaladtam. Úgy, hogy nem vett észre se Exo, se Kaci, hogy ki volt az. Hát, mert a külvár is ettem, és utána Viki bejött, és megölt. És senki nem vett észre. És mi ugye csináltuk a küldetést, és közben már az utolsó meteort lőttem le, és láttam, hogy valaki beszalad, és láttam, hogy megöli Huntert, és nem voltam benne biztos, hogy Avid vagy Viki. Arra emlékeztem, hogy benne volt a V a nevében. De jó, hát az légy, hogy benne van. Akkor sár, tudjátok állítani erről, hogy ne látszódjanak, hogy ki kicsoda? Már át is csak. Ezt kivettem, és még két dolog. Az egyiket elfelejtettem azzal a lendülettel. Ja igen, hogy ugye mindig azt kezdjenek, hogy összehívtam meetinget. És azt, ha nem kezd időben, akkor az ugye lehet időhúzás. A másik pedig, hogy jelezték nekem, hogy elméletileg nem szabályos megbeszélni azt, hogy mit csinálnak a következő körben, de nem tudom, hogy ez így van-e. Csak így írták a cseten, hogy... De mit csodálsz, hogy például... Hogy hát amit most mondott Kaci, hogy körben. Igen, hogy menjünk együtt, és csináljuk együtt a küldetéseket. Szerintem ez elméletileg nem... Ez mitől nem szabályos? Én néztem már sok ilyen videót erről a játékról. Nem tudom, én is úgy tudom, hogy sokan játszák. És úgy szabályos nem betartani. Igen. Nem? Szerintem. Mindenki maga én nem tudom, csak jeleztem, hogy mit írnak. Mostantól nem lesz ilyen, mert ugye nem fogjuk tudni, hogy akit kiszavazunk, az mi volt. Igen. Tényleg. Az egy durva, az nem túl, tehát hogy az nem én túl azon gondolom, nagy nehezítés. Nem érzitek azt, hogy nagyon az nem lenne túl sok a küldi. De szerintem nem jutunk el a 30%-áig se. Igen. Igen, ezért mondom, hogy mi legyen, hogyan legyen. Ja, ezt akartam kérdezni, hogy most hát próbáltam zéle, figyelni, hogy meddig, de hát a végénél voltunk, és kb. A feléig mit tudtok, hogy kezdődik? Három sort. Három sort. Szerintem talán három sort. Jó, én hiszem neked. Három. Úgy jelentettek, amit küldtem? Igen, ez az volt. Uh-huh. 0-2-5, azt küldted. Ja, egy multistreamben nézni? Ó, nem, ez optional. Common 1, short 4. Ja, oké, rosszat néztem, az optional-t néztem.
Mindegy, jó lesz ez így most. Vegy, közben szeretném visszavonni az előző kérést, a buboréka, ő tippelt, szarul. Írt nekem izét, privátot, látom egyébként föl lett oldva nálam a banról, szóval az félreértés volt. Jó, meg egyébként vagy, hogy te nézzük. Bocsánat, én annyira figyeljet, vagy csak annyit mondanék, hogy ne indítsd el. Mindegy. Már indult, mi történt? Igen, mert előtte, bocsánat. Jó, küldtem squad streamet, hogy tudják nézni. Király. Fú, de dobog a szívem, azt a rohát. Fú! Nem tudom már ki az, de majd látni fogjuk. Én most itt várok, és azt mondom, hogy aszteroidáztam. Azt a rohát. Megyek Siriusszal, és nem fogom megölni. Épp ideje volt. Szóval... Na. A navigációban fetreng egy darab hús. A navigáció az a középső, ahol indulunk? Nem, jobb, nem, az elő van. Jobb oldal, jobb oldal középen. Oldal, igen. Jó. Jobb oldal középen. Én nem is... Kriszt láttam, Kriszre emlékszem, de ő... középen lent volt, onnan mentem át a navigációba, amikor láttam, és nagyjából ennyit láttam odafele. Én Siriust tudom tisztázni, akivel egy szobában álltunk sokáig, és nem ölt meg. Jó, meg Attila és Kacila is rengeteg időt töltöttünk közösen fent a medic bay-ben. Én Exót tudom megvédeni, ő meteort lövöldözött utánam. Tehát így ez igen. Volt. És utána most jöttem ki. Én most jöttem ki nemrég az adminból amúgy. És akkor ott még igen, egyedül, vagy a fehér volt ott, vagy a fekete, nem emlékszem, és én lejöttem fehér, a fehérként voltam, és... Downloadolt azt. Ja, az a downloadosat. Én meg... Elvittel találkoztam meg Hunterrel lent középen. Hunter... Én onnan elindultam balra föl, mert ott voltam rögtön a balra mellette lévő, szóval ma volt két küldiv is, ők meg elindultak így jobbra. Én iszonyatosan befostam Krisztől, úgyhogy elkezdtem elszaladni előre. Én is a szabad megkérdezem. Én is. Igen? Te vádoltál valakit, vagy láttál valakit? Nem vádoltam. Én mondom, én láttam akkor ezek szerint Dave-et, meg Kriszt. Én nagyon féltem mindenkitől, úgyhogy én vettem el Kriszt. De én nem láttam semmit, hogy ő most lett volna. Várjátok, vagy... gyors kérdés. Minden, tehát ugyanolyan taszkjaink lehetnek? Lehetnek. Mert egyébként mondtam volna, hogy akkor tudják Exo, mert én meteort lövöldöztem, és ő is beállt abba. Random küldik, random sorrendben, de akárhogy megoldasz őket. Jó, szerintem skip. Nincs tettem egyébként. Két halálést skip. Hát nem tudunk, miért tudunk valamit? Nem tudunk semmit, ja, csak ügyesek. Ügyesek. Nem, most meg kell húzni magunkat, megyek a navigationbe, és jön Avid is, jön Attila is. Itt állunk egy kicsit, hagyjuk, hogy Attila elmenjen. Szabotálni is kéne. Attila viszont izé, valaki jön mögöttem, úgyhogy én most... Nem bemegyek? Nem? Hol van? Jó, tök csináljuk a részét. Baszki. Én reportoltam és láttam távozni a hullát és... Távozni a hullát? A hulla viszonylag statikus volt, de láttam távozni a gyilkost és megint nem emlékszem biztosan a színére, de szerintem Szabi volt. Hol volt a hulla? De hol? A izé előtt volt a központi
iroda előtt. Most, ahol jöttem le... Még egy dolgot szeretnék feljegyezni. De nem láttam, hogy ki van végig kergetett a világom. Ezt... Na, ez most a kamu, te jöttél mögöttem. Akkor Dave, én fixen rád szavazok innentől kezdve. A Ovid végigkergetett a világon, egészen a command cucctól lefele, végig a shielden át, és a izénál rásztam le. Mögöttem jöttél, és én szembefutottam az utolsó report előttig Siriusékkal. Ott kapott el a report, hogy Siriusszal szembe állok, meg még valakivel. Én voltam még ott, mert én meg Viktorral futottam pont fölfel arra, ahol a hullam volt, csak... Hogy javítsuk a cuccot, te látod? Meggyanúsítani akarom a videót, hanem csak akartam mondani, hogy ez történt. Tehát te most mondhattad volna, hogy arra volt dolgom, okay, vagy bármi ilyesmi. Ezt köszi. Krisztián, láttad? Kit láttál lefele jönni a folyosón? Nem emlékszem. Veled mentem fel, és valaki jött. Valaki volt még ott, igen, de nem tudom, ki volt az. Pont veled futottunk meg. Oké, szerintem én Szabira mondanám, hogy szerintem ő volt, és már az nagyon fura, hogy ellenkező irányba futott. Tehát Szabi az előbb azzal akart védekezni, hogy nem látta a hullát, de hogy ott kellett megjavítani a cuccot. Tehát, hogy oda kellett volna mennie neki is, nem pedig az ellenkező irányba. Mennyire vagy biztos, szavazzak, vagy ne szavazz? Szólhatok a védelmemben, már elnézést. Van, tehát, mint hogy... ahogy Dave mondja. 8-ek. Jó, én rászavaztam. Bocsánat, én Dave. És még nem is mondhattam védőbeszédet, várjatok. Hát ez milyen demokrácia? Nem tárnap szállam. De miért nem szavaz rá senki, néznek. Jó van, hát sziasztok. Majd elintézzük következőre. Megbánjátok. Ja, még nem tudjuk, hogy... Ó, tényleg, és most nem... Áú, viszont szabotálni tudok még? Nem baj, szabotálunk. Mondjuk kezdjük az O2-vel. Szét fogom szabotálni az egészet. És nem tudják, hogy én voltam. Szóval most lelkiismeret furdalásuk van, mert még védőbeszédet sem mondhattam. Az volt a baj, hogy ötletem sem volt, hogy itt lejövök, és itt lesz egyből három ember. Azt hittem, hogy mindenki máshol van. Figyelnem kell arra, amikor imposztor vagyok, hogy mi van szabotálva, és hogy menjek én is oda, mint hogyha meg akarnám javítani. Azt mondja, hogy szabotálni még tudok. Meg kéne keresni a mennyiség gyilkost és segíteni Kacinak. Mert ugye csak akkor tudják, mert Kaciról el kell terelni majd a gyanút valahogy. Kacit mászkál egyedül. Hunter-t megtudná. Gyerünk, Kaci. Gyerünk. Ott van. Gyönyörű. Szép volt, Kaci. Kaci, tűnj el onnan, Kaci. Reportold. Tényleg? És bebújt oda, megvárja a cooldown-t, a Witch sem megy oda. Segítek a cucc, itt szabotálni fogom az elektrikát, oda jön valaki, és akkor ki tudja nyírni, hogyha meg lesz a cooldown. Na? Hogy... Dave, de miért kamuskod azt akkor, hogy én kergettelek? Mert kergettél! De mögöttem voltál! Nem, hát, előtted voltam! Ne jöttél utánam! Hát én nehogy mert megoltatok embereket, ezért vesztettünk, mert leolvadt a reaktor. Leolvadt a reaktor. Ott állok, srácok, ha van riadó, menjetek oda és nyomjátok meg! Én azt hittem, hogy azt csinálom, de rosszat csináltam. Én megfutottam felé! Nem tudtam, hogy... De basszus, Dave, én fixre vettem, hogy te vagy olyan kamusztál. Ja, és ne felejtsétek el, látom, hogy most nagyon sokan vagyunk itt. Felkiáltójel verseny, és azt hiszem felkiáltójel szavazás. Tudtok szavazni, mert ugye fut még egy rajzversenyünk, és még 45 perc van hátra a szavazásból, úgyhogy hajrá. Szavazzatok, hogy melyik rajz tetszik a legjobban, mert a közönségszavazás győztese, ő egy éves viktorságot fog kapni. A benzines kannánál, amíg én ott voltam, mert arra vártam. Lehet. Csak nekem vágtad a szerver és a pingre lehet, hogy más látsz, azt írják. De amúgy engem az Exo megint 3 ember előtt volt meg, és megint nem látta senki. Igen, én azt látom egyébként, hogy a chat azt írja, hogy végtelen lag. Fogadjátok el amúgy a streamet, srácok, hogy tudják nézni.
Azt hogy kell? Arra valamire rá kell kapni. Szabi, szerintem neked még nincs. Szabi, neked nincsen, pedig elfelejtettem meghívni. Ja, akkor igen. Én még túl pleb vagyok. Pillanat. Málnás. Mert valamit nyomni kell ilyenkor, hogy... A négyet lehet, és csak partner. Okay. Ja. Aha, értem. Szia, Terex, hello. Viszont lehet multistreamet csinálni, szóval nem tudom, hogy akár csináltunk is. Igen, 173-as ping nem nagyon jó. Jó, erre nem számítottam, úgyhogy akkor bocs, Dév. Én tényleg semmi azt hittem, hogy engem akart ütni. Én is ne haragudj, csak úgy futottam, mint az idióta, nyomtam, mint a gép. Ugyan én mondtam, hogy tudok előled, mondom, passzik, nehogy Dév, utolérjen. Dév a harmadik imposztor, tehát hogy ő így nagyon szépen köszönöm, költés Gyurki. Miért? A harmadik imposztor szerepét, azt mindig vakvágáira teszik. Igen, mert mindig fake infózik, és így konkrétan mindig az imposztoroknak segít, még ha ő nem is az. Micsoda? Dehogy is! Én őszintén annyit reméltem, hogy Dave annyira fellázadt Avid ellen, hogy ki fog tartani, és nem jut eszébe senkinek az, hogy visszaterelődjön Viktor gyanúja rám. Igen. De... Nem, én onnantól kezdve, hogy ez Dave kimondta. Nagyon vicces volt, hogy megölt engem, és utána még elment egy-két helyre, aztán beállt az irányító pultba, a nagy fotelba, ott megállt, és ott így állt, bazd meg ki tudja mennyi ideig, és így nézem, hogy ez mit csinál, csak így állt és várta, hogy történik-e valami. A hullám meg ott rothat, mire valaki észrevette. Az megvan, hogy belevetünk ebbe a játékba stabil 6 órát körülbelül, és én még egyetlen egy hullát nem találtam. Soha. Én se egyébként. Tehát, hogy megint egyetlen igen. Menni de a európai szerverre. Ezt pont ezt akartam igen, kérdezni, hogy megpróbáljuk-e az európai. Próbálhatjuk. Igen, ott csak a múltkor nem volt hajlandó összedobni. Múltkor nem, igen, nem találkoztunk. Tehát jó, kriételem ugyanúgy a gémet. Ja. Oké. Kimegyek most róba? Eli, valaki mondta vele. Addig én is. Jövök egy pillanat. Úgy voltam vele, Hunter, hogy ha téged ott megöllek, és jövök vissza egy másodperc, ne felejtsétek el, felkelti a szavazás. Nem lesz ember, aki oda menjen időre. Én ott voltam, Kati, és rajtam kívül valaki még ott volt. Csak rossz helyen. Én csinálom egyébként rosszul, mert én valahogy mindig egyedül vagyok. Tehát, hogy én így csinálgatom a taszkokat, amikor taszkolok, és így azt is próbálom megjegyezni, hogy úristen, elszaladt mellettem, ez elszaladt. Meg sem tudom jegyezni egyébként a neveket, tehát annyira szar a memóriám. De hogy az, hogy egyébként itt valakivel kéne menned mindig, hogy legalább... Nem feltétlenül. Én akkor például akárhányszor valakivel akartam menni, az rárakott az első lehetséges helyre. De hogy akkor hogy impózok? Hogyha itt, tehát így kb. Nem is találkozok nagyon-nagyon senkivel, amikor taszkolgatok. Na 50-es ping. Ja, hogy már van kód? Ellenben nekem ezt kiírta, hogy nem tudunk belépni. Mert nem úgy, átállítottam Európára, és azt mondta, hogy full a próbálva, vagy megvált persze később. Kipróbáltam három másodat. Forcibly disconnected from the server. Na, sikerült bejött. Hát azért, mert téged csak úgy diszkonektálni nem lehet. Forcibly kell. Oh, disconnected. Milyen jók ezek az európai szerverek. Could not find the game you are looking for. Nekem is ezt írja. Átállítottad Európára? Van, hogy nem sikerül, nekem is volt egy szombatszor engedett. Ja, várjál, nekem át kell állítani jobb alul. Igen. Bocsánat, azt nem tudom. Igen. Ha valaki esetleg kérdezné, srácok, hogy miért vagyunk amerikán. Igen. Az ez. Tehát, bejutottam! Ezért vagyunk amerikán. De miért túl sokan játnak az európai régióba, és nehéz bekerülni? Ki az, aki nehéz bekerülni? Szó, nem tudott még bejönni? Disconnected. Ennyit ír. Átállítottad balalul? Aha, Európára. Jobb alól. Jó. Nekem is többször kellett próbálkozni. Hát akkor menjünk North American, nem? Na, benne vagyok. Na, benne vagy, és akkor mostanában elvettek, nem fog minket kidobni, gondolom. Igen. És már nem lesz ezt, hogy valaki elől, valaki hátul. Mondtam itt a nagyon meggyőzően. Mondtam itt nagyon meg, nem tudom, nem játszottam soha európai szerveren meg. Egyikünk sem. Csász! Igen. Na. Nem hallanak? Nem én vagyok. Megyek megint a székbe. Tudod, hogy ezért fognak megvádolni, mert aszteroidás küldetést csinálok megint. Ez gyors volt.
Ez gyors volt. Én hittem, hogy én haltam meg, baszki. Jaj, Krisz. Én meg itt sorolom a neveket, oké? Hol volt? Itt a... Mik ezek? Generátorok, vagy mik mellett volt? De nem láttam senkit se jönni. Az a reaktorok, vagy melyik? Pálya bal oldalán? Az a bal felső a reaktor mindig? Aha, ott. Én ott nem is jártam. Én a jobb oldalán voltam, csak a Vikivel. Én se tudok semmit. Nem láttál senkit ott mozogni? Senkit. Kaci, te merre jártál? Hunter, Viki, Hunter, Viki és Attila a jobb oldalt voltak, tehát ők kiesnek. Nem. Igen. Én bal oldalra mentem. Sorrend, David, mellettem értél véget. Tehát, hogy mellettem álltál. Akkor Sirius, akkor piros voltál te, jó? Igen, mellettem álltál. Mindegy, az biztos, hogy ők jobb oldalt voltak, tehát ott láttam őket. Én középen voltam a kommunikációs cuccban. Kaci? Srácok, a végén végigmegyünk majd azon, hogy, hogy melyik pályaműkéjé volt, megnézzük mindegyiket, de elsőként megtartjuk majd az eredményhirdetést, jó? Úgy fog kinézni, és még 40 perc van. Szerintem nincs a gépnél. Itt vagyok, bocsánat. Az imposztorok nem beszélhetnek. Itt meg magad. De hát nem voltam itt. Akkor egyértelmű, Kaci, nem? Dehogy is, srácok! Nem tudtam senkit megölni, mert most jöttem be az erkélyről. Mert mint, hogy az első körben nem mentél sehova. Hogy volt-e középen ezek szerint? Effektíven most jöttem vissza a gép. Azért azt ne felejtsétek el, srácok, hogy az is lehet egy opció, hogy Napsi saját magát riportolta. Nem, én ez alapján most nem szaznék rá, de lehet amúgy egy opció. Jó, Szabi, ki hol van? Skippeltem. Ja, én... Jobb oldalt volt velem, az biztos. Igen, én meg fenn voltam, nem fogjátok elhinni, de direkt megvártam a szavazást, mert kiröhögtetek volna, hogy megint az aszteroides szart csinált. Az a legfanabb majd. Én azt szeretem. Mit kell csinálni? Kártyára húzós küldi. Napsi. Találtam még egyet. Ugyanott! A reaktornál. Volt az a három ember, aki nagyon megijesztett ott a valamilyen, itt az alsó szobában. Az elektrikánál? Én voltam, igen. Meg Viki voltunk ott, én, hárman. Én. Viki. Egyszerre próbáltuk visszakapcsolni. Várjál, azt a az szart. Exo, Viki és Attila. Nem. Nem, Attila a felsőnél volt. Én voltam a felső. Viktor, te mit mondtál? Melyik feladatot utálod? A kártya lehúzósan. Én ott voltam, és onnan jöttem el. Helységben. Kivel? Avidda. A fönt a töltögetős izét. Igen, azért kérdeztem, mert ott voltunk mi együtt. Csak gondoltam, hogy hát... Jó, akkor most vagy egy... Ló? Jaj, ez Axel kilépett. Nem, a teszkok csinálás közben aztán jöttem ide, mert itt is lett volna a feladatom, azt láttam, hogy már megint egy hullat. És az előbb, tehát hogyha az előbb is ott voltál, gondolom azért, mert volt feladatod, akkor igen. Miért mentél vissza megint? Azért, mert nem sikerült megcsinálni, mert előbb reportoltam, mint hogy megcsináltam volna. És Kaci? Én bal alul, az nem tudom, lower engine, vagy lower reaktor. Lower engine, vagy igen. A ilyen szétszakadt vezetékeket kötözgettem össze a sötétben. Engem meg kidobott a rendszer. Igen. Volt egy netlagunk. Jó, akkor vissza, nem tudom, majd lép vissza. Majd. Nem jó. Lehet. Hát menet közben nem tudom. Jó, szartunk Kacira. De miért? Na, ez akkor majd rá. Ha nem tudjuk, hogy mi van, akkor engem meg. Most úgy se tudjátok látni, Death Stream.
Jó, most megy, most megy. Halló, hallotok, hallotok, hallotok? Emetek, hallotok. Na szóval, bocsánat, megszakadt a netünk egy pillanatra, úgy látszik sikerült újra csatlakozni. Nem. Megszakadt a net, és ki is dobott a játék, ezért most nem fogjátok látni ezt a játékot, a következőre visszajövök. Viszont addig akkor felkiált, hogy a B-Ryback, tartunk egy 3 perc netet, és utána folytatjuk tovább a játékot, hogy a többiek is befejezték. Sietek vissza, de streamet most nem fogom még egyszer újraindítani, de most elméletek megy. Volt egy pici net para. Ki is dobott minden, úgyhogy addig egy kis nyereményjáték. Enci, semmi gond, semmi gond. Mindjárt folytatjuk majd, felkiált, hogy a bírát. Nem tudom jelezni, mert még sosem tudtam reportolni. Tehát hogy igazából, hogy csak megijedtem, mert konkrétan láttam az animációt, és inkább elrohantam. Na, szóval, igen, bocsánat, volt egy kis netpara. Ezt most kijavítottam. Vagy bárki másra. Mindjárt lejátszak ezt, és akkor folytatjuk. Egy bosszú szavazás. Na és az a kérdés, hogy... hogy ezzel nyertünk-e vajon? Hát... hát lehet, hogy kiszavaztuk. Na, viszont mit szóltok akkor? Nem tudom, berakjam DV-t, mert ránéztem itt gyorsan, eddig mosdóba voltam. Nem spoilerezek, de lehet, hogy akkor eddig berakom ide a screenre DV-t, ameddig ők ezt lejátszák, hogy azért lássunk is valamit. És... köszönöm, Szín, köszönöm. Cheers! Ugye én még nem vagyok partner, én még nem tudok ilyen squad streamet csinálni, meg ilyenek, de akkor legalább látjátok addig is a játékot, úgyhogy... itt addig nézhetetek Dévet. Most ezt én hívtam össze, véletlen, mármint, hogy nem véletlen, hanem végre én tudtam. Én Siriusszal, Dévvel és Attillával találkozgattam, én nyomnék kacira. Tehát hogy én már csak rohangálni tudok a mapon. Hát megszakadt a net, sajnos nem sokat tudok ezzel csinálni, ne haragudjatok. Nekem még kettő van. Úgyhogy, ja, most Dévet nézzük. Nekem ő gyanús, mert Sirius ölhetett meg, Dév ölhetett volna meg, Attilával sokat voltam egyszerre. Atti most segített javítani egyébként az emergency-t. Az nem, Dév, ott váltál mellettem, de az nem segít, mert két oldalon kell állni. Attillát a másik oldal, Attillával javítottuk ja. meg. Úgyhogy lehet, hogy lehetett Dév, lehetett csak idiótra is. Igen. Ha most jól választottunk, akkor nyertünk, nem? Igen, igen. Hát, ha eddig is jól választottunk. Yes! Yes! Itt kell osztanom, hogy ne engem ölni meg állandóan elsőnek. GG! Nice! Na, GG! Szép vagy. Nyomd a gombot, Viki! Nyomd a gombot, Viki! Na, ugyanazzal a kóddal vissza tudok jönni most? Igen. És akkor végül is most tudjuk, hogy Napsi, tehát Napsi volt és Kaci ezek szerint akkor. Igen. 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 Napsi, te voltál? Igen, én voltam. Na, itt vagyok. Igen, én voltam, de nem olyan aranyosan védett. Nem, hát követtelek egy ideig, és ott addig nem öltél meg senkit. De hogy utána volt egy azt tettét, és Napsi újrázott le végül, hogy az a nyavajás kártya húzós idióta feladat. Én ezt nem tudom. Azért, mert nézte a múltkori streamet, és tudta, hogy tudja, hogy te nem tudod. Húzom le, és láttam, hogy Napsi elsőt, és így nem kell! Mi az egész lyukas töri órát ezzel nyomtuk végig a szajtársaimmal, szóval kártyás az is. Lyukas töri óra. Második körben megöltem... Vegye fel a kezét, aki relate-elni tud. A második körben megöltem Huntert a sarokban, lekapcsoltam a villanyt, és Napsi odajött és beriportolt. És mondom, de nem állom! Nem állom! Találták volna meg! Nálam ennyit írtak, ahogy csak egy, sose hallottam egy ilyen aranyos gyilkot. Véletlenül riportoltam, mert valamilyen rányomtam a hullára, és akkor is riportol. Ja, hogy megölted, és utána véletlenül írtam. Nem, Kati ölte meg, és beriportolt. Akkor milyen az elsőt öltem, mert bementünk ketten, azt hittem, csinálja a memóriás feladatot, hogy felmentem az 1-10 igen számos kattingatósra, és láttam rá, hogy elindul, de akkor már úgy voltam vele, hogy már mindegy. Jó van, de ügyes volt. Még két lyukas töri óra, és
Vége. És nem fogja magát riportolni, vagy legalább nem esett föl. De nem estem ki miatt a szóval. Így, ennyi, elmarad a tesszés. Nekem na most nagyon fogok figyelni arra, hogyha hullát látok, még ilyenek, akkor izé. Akkor javítsam. Hogy jelents. Ó! Oh. Én találtam meg. Kaci mellett álltam a végén. A Viki volt az. Ja. Ez egy elég erős tip. Nem láttam azt, hogy megint hogy ketté vágja, meg az is fura volt, hogy ott állt a kacival a meteorosnál. Az is furcsa volt, hogy ott állt a meteorosnál, de az is, hogy két hulla volt, melyikről beszélt? De azt én a meteoros alatt találtam meg. Az jobb fölül van, ugye? Igen. Igen. És hát a Viki ott állt a meteorosnál, kb. 5 másodpercig, és lement, szóval utána jöttem, mert fura volt, hogy ilyen gyorsan megcsinált, és akkor láttam, hogy valakit ketté kassza volt. Nem igaz, te előbb végeztél vele, mint én. De én nem is azt csináltam. Én a downloadot csináltam. Én nem azt csináltam. Tudom, nem azt csináltad, amit én ott álltam, én azt megcsináltam, és utána elindultam az irányító központba, és az biztos, hogy én délután szaladtam be az irányító központba. Nem, Viki volt. Én nem Vikivel egyszerre jöttem. Én nem láttam, hogy te ott vagy az irányító központban. Nem jöttem be az irányító központba. Pont onnan szaladtam lefelé, láttalak téged keresztbe elszaladni, és akkor nyomta meg a jelentést. Viki, te vagy Trump. Rád szavaztam neki. Én nem. Lol. Te is egy hosszú szavazást nyomtál. Őt is így ki fogják adni az űrbe? Kurvára remélem. De csináljuk tovább a küldiket, mert szerintem ez nem sikerült. Aztán, hoppa, itt is megy. Egyenesen kéne összekötni, de ez sem megy. Hol van a hiba? Hol van a hiba? Ja, ott arra. Nem állt, Dán, onjon! Jó, megszűnt. Kacival bejönni elektrikálba? Az így veszélyes. Én voltam, vagy az a valaki, aki velem szem. Akkor Attila voltál, jó? Avid volt. Láttam őt is, azt, hogy megölte. Attila, milyen kis izé vagy te? Mindent látsz! Addig rásétálok a gyilkolásokra, nem tetek róla. Én a hullánál álltam, hogy reportoljak, és... Avid sétált el felfele, felsétált. A hullától jött el, és rásétált. És utána mentem vissza fele veled. Igen, de akkor a hulla már ott volt, és sétáltál el onnan. Én Exo-val és Kacival voltam a... Mi az? Elektrika? Uh-huh. Igen. És előtte én meg Huntert láttam küldit csinálni. Balra a hulla. Ja, én memória játékoztam. Na jó, Avid. Te vagy a Trump. Kilövünk az űrbe. Vagy Attila nagyon megszivat minket. Kurva életbe, Attila, hogy miért akkor jöttél arra? Ez most nem jött össze. Ez nem jött össze. Yeah! Jó, ez most elég jött. Teljesen korrekt gondolat lett volna, hogy én ott úgy keresztül szaladok és levágom, és így... Hallod, 3 másodperc múlva szembe jön benne, de nem hiszem, hogy most visszafordulok. Ugyanígy a Vikinél is. Ugyanez. Az viszont biztos, hogy én többet nem csinálnám azt az 1/5 küldet, pedig 3-ból 2-szer ott töltek meg. Attila egy igaz ilyen bomb sniffing dogba. Ott van. Jó, tehát én akkor a következő a játék. Aki impostor, vagy azonnal Attilát kell, hogy megölje, vagy teljesen mindegy, de ki kell szavaznunk. Tehát, hogy ez... Adom. Attila egy teljes ilyen CCTV rendszer. Ott, az egy kalambúr nem fordult.
érted? Kalambó nem fordult hátra ennyiszer, mint te a hullához. Adom ezt, hogy öljék meg Attilát, ha egyszer végre lehet egy imposztor. Hát de én meg már hányszor voltam, érted? Ne legyen ez a matkát. Én még nem voltam. Én még voltam. Valaki még nem lépett vissza. Én voltam, nekem mennem is kell, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Szia, Kaci! Szia, Kaci! Közben elmondanám a chatemnek, meg mindenki. Szia, Tomi, hello, hello! Csecse Attila, aki elkezdett Twitch-en streamelni. Hát még nem. Na, még nem kezdett el, de most már aztán már mindjárt partner, meg minden. De meg is írtam a partnerséget. Ennyi hátszínvel. Várjál, ha streamelne, akkor már lenne skin a karakterén, úgyhogy nem streamel. De nem van skin a karakteremen. Vagy nincs? Mi? Párga vagy. Nincs ki a karakteremet. Hát van egy sapkám, meg egy ruhám. Most nincs egyébként, most teljesen, mert a, szerintem a North, nem tudom, most van, az alapban. Én látom van. Az... Ja, akkor egy minyon. Ja, megyünk. Minyon. Na, Vikivel kinyírunk mindenkit, de random tegel, és azt kell megnézni, hogy Viki elindult arra, és hova kell menni? Le az elektrikát felé. Jó, egy hulla. Ez megint gyors volt. Ez én voltam. Oh. Akkor Napsi. Akkor Napsi, igen. Hol volt a hulla? Itt a kafetéria után rögtön, ahogy belépsz a storage-ba. Ilyet lehet kérni, hogy azt mondjátok, hogy balra vagy lefele? Mert én még nem lefele. Lefele, azonnal lefele. A storage-ban. Ott állt mellettem Ovid, és lövöldözött végig. Emet mellettem Sirius. Én Sirius-ot csináltam először együtt tesztokat. Emet mellettem Sirius. Igen. Ott voltam én is. Ott volt Ovid, és ki a fehér? Én. AMD fan, ez csak modoknak működik, tehát hogy channel point-tal lehet csak kiváltani. És egyébként azt láttam, hogy Viki és Szabi az, akiről nem tudjuk, hogy így van. Volt, őt nem mondta senki. Igen, mert én meg Viktorral voltam, meg Napsival. Napsi ott volt fönt a kezdő területi jobb felső sarakában. Nekem van egy új szabályom, ha Viki kussol, akkor rászavazok. Bárpedig most kussol. De most én beszélek. A kafetériából mentem megint a hülye memóriásat megcsinálni. És ott voltam egész végig. A memóriásot megcsinálni, ott bal oldalt középen, a generátornál. Uh-huh. A generátor nem bal fönt van. Hát nem, az egy az egyik hajtó, ami bal felül van. Hát, hogy az van, hogy Avid, Attila és én meg tudjuk egymás alibiét erősíteni. Hát igen, de még közülünk is igazából bárki lehet imposztor. Csak Sirius tudja, Viki egy csak saját maga tudja, és... Mi van? Én is. Én őszintén szóval nekem nincs emlékképem Napsiról, én a küldisztem. Láttam, hogy Napsi, Viktor, meg én mentünk jobb. Szerintem skippeljük ezt, gyerekek, mert oda én senkit nem láttam. Én se láttam senkit, tehát hogy skip. De onnan azt te indultál el hamarabb, és a Napsi indult el utánad, tehát hogy... Igen. Ez is Szabi, gyerek. Mi van? Szabi gyerek megint kezdi. Most azt kell csinálnom, hogy megint megyek weapons skill-t csinálni, csak hogy azt higgyék, hogy izé. Azt hiszik, hogy skill-t csinálok, és az O2-t szabotálom. De reméljük, hogy nem jön senki, csak az Attila. Az volt, ott álltunk ketten szabotázsolók. Na.
gyakorlatilag ugyanott a Hunter hullájának kellett lennie, a kafetériából lefele, konkrétan, konkrétan az ajtóban. A kafetériától lefele az ajtóban? Az ajtó, tehát a déli ajtó. Nem, meg én ott voltunk a kommunikációsban. Hát középen az irodában. Hát az nem a kommunikációs. És nem tudom, kártyát húzogattam. Igen. És akkor onnan indultam el fölfele, és úgy gyalogoltam rá, és nem láttam senkit az ég egyet világon. Én baloldalt voltam. Én baloldalt voltam, taszkoltam, és aztán az egyetlen egy ember, akivel találkoztam, aki szembe jött, az Krisz volt. De ez nem középen van, hanem baloldalt. De nem, már igen. Amikor dodzsoltuk a számkódosat, én ott biztos, hogy találkoztam Dave-vel és Napsival. Igen, én meg a találkoztam a másik számkódossal Napsival. Tehát, hogy ő bent volt, és amikor én jöttem ki, akkor ő szerintem még bent volt. Jó, Szabi. Krisz, te hol voltál? Unaccounted, Szabi. A kommunikációsban uploadoltam a fájlt, amit előtt a kafetériában töltöttem föl, és most meg pont bizékat, kábleket húzogattam ott rögtön szintén. A kommunikációsban? De hogy téged miért látott a vid akkor a pálya bal oldalán? Mert most a kommunikációsba. Azt hiszem a kommunikációs van rögtön a izénál, igaz? A kafetéri alatt rögtön jobbra. Viszont te akkor abban irányba jöttél, ahol látnod kellett volna a hullát. Na ez az viszont lehet, én ezért mondtam, hogy én bal oldalt voltam, hogy ott nem bejött velem. Én úgy voltam, hogy én a izénál voltam, én bal oldalon a szélén mentem csinálni, megcsináltam a memóriát, és onnan, amikor elkezdett a pittyegni már ez az oxigénes cucc, és akkor elindultam az oxigénest, és csak arra figyeltem, hogy odaérek az oxigéneshez, és telibe futottam a viddal szemben. Szabi, mondj valamit! Én az oxigén után mentem át balra fent északon a izéhez, reaktorok felé, mert ott volt, lett volna egy küldi. De most nem szavaztunk ezek nem szerint. Nem szavaztunk. Bocsánat, csak nem szeretek mások szavába vágni, és így gondoltam, mindenki befejezi. Aha. Elszerezzek egy alibit. Napsival fogok menni, őt használom pajzsnak. Lehetett volna egy double killünk. Meg. Micsoda? Bocsát. Na, mi történt? Bocsánat, elfelejtettem visszamutolni magam. Én is. Itt a, mi ez? Irányítószoba. Igen? Itt voltam a Exo. Én? Hát, vagy mi ez? Nem tudom mi, ahol a számítógéppel kell szórakozni. Ennél egy erőteljesebb mondattal kezdted az előtt, amikor még múltolva voltak. Szerintem azt ismételd meg nyugodtan. Jó. Láttam, hogy Viki kinyírja gyakorlatilag. Mert pont akkor mentem be, amikor Exo kiment, és így gondolom azt hitte, hogy nincs ott senki, és én bementem pont. Én ezt megvettem. Az az igazság, hogy Napsi, amikor saját magát reportolta, nem volt ennyire biztos a dolgában. Igen, igen, nekem amúgy ebből a szempontból gyanús a Napsi, de viszont az tény, hogy Napsival pont egymással szembe futottunk. Vagy egy igazi vérprofi tömeggyilkossal van dolgozni. Én Siriust és Dave-et láttam, ők biztos nem azok, mert igen, már szétírtak volna engem. Igen, én is Ovidban és Siriusban vagyok, az egyedül biztos. Az a helyzet, hogy Dave-vel, ahogy mentünk lefele együtt, és így, ah, Istenem, ő fog megölni. Ugyanezt mondtam, hogy vettem meg, hogy na mondom, Viktor eddig nem ölt el, mondom, vagy a legokosabb az ember a Földön, vagy nem. Viki csöndben van, ő szerintem belenyugodott ebbe az egészbe. Szabi, Viki, ha szavaznátok valakire. Haka, megjegyzem, hogy Szabi volt az, aki most nagyon habozott ebben az egészben. És Szabi, nem Vikire szavazott. Igen. Mert Napsi jelentette, és gyanús. Napsi furcsa nekem. Igen, tehát nekem amit Avid mondott, az ütött szöget a fülemben. Napsi fura lenne. Igen. Oh boy, ezt jobban kell csinálni, úgyhogy én most megyek Siriusszal.
emergency meetinget. Jó. Igen. És őszintén szóval én szeretném kirakni Szabit. Az van, srácok, hogy Szabi nagyon-nagyon fura volt az előző körben. Ott maradtam vele középen. Egyébként mit látod a középen mindannyian? Én? Megmondom őszintén. Nem mozdult sehova Szabi, és utána nagyon olyan volt, mintha követne. Csak így dodzsolgattam. Azért, mert... Dávid, én hiszek neked. Beszélhetek? Hadd védjem meg magam. Tehát nekem gyanús volt, hogy Siriusnak nagyon határozott izéi vannak. Megnéztem a küldiket, majd úgy döntöttem, és a cseta tanúm, hogy inkább követem Sirius, mert gyanús nekem. És azért nem is akartam küldi csen, hanem Sirius követtem, meg kíváncsi voltam rá. Aha. Ez nekem azért gyanús, mert Dave-vel és Siriusszal én együtt mozogtam, és bármelyikük lett volna, hárman mozogtunk, úgyhogy megölhette volna. A mi Siriusszal legalább 6-szor ölhettük volna meg egymást, mert nagyon sok olyan küldetésünk volt. És hogy azért... Szabi, igen, lehet, hogy csak követett. De fura volt. Tény egyébként, hogy lehet, hogy meg tudott volna ölni. Mondjuk már szavaztam rá, úgyhogy igazából mindegy. Én is. Úgyhogy... Jaj, már mindenki szavazott. Jó, én skittelek. Vagy persze, hogy fura vagyok, tök izgulok. Ajaj. Napsi, nagyon érdekes ez. Az a baj, hogy ő most nem, most nincs vége, az baj. Hát nálam... Én csak annyit szeretnék elmondani. Vége van! Annyit szeretnék elmondani, hogy amikor álltam, és ott megöltem, én megvártam, egyikünk sem ölt még, letelt a cooldown, négyen vagyunk ott az irányító központba, egyértelműen mellé álltam az egyiknek, Szabi ott volt a másik mellett, így néztem, hogy remélem működik a telepátia, ez bizony double kill, és amikor én megöltem, azt vártam, hogy ő meg majd megöli Napsit, és nem ölte meg Napsit, basz. De várjál. Tök lefajtam, mert elfelejtettem, hogy Viki a... Elfelejtettem, hogy Viki a másik gyilkos, és így mondom, itt van két ember, és jön velem szembe Napsi, hát nem ölöm meg. És utána esett le, hogy amikor... A kill cooldown az az impostorokra vonatkozik, vagy personál? Tehát lehet double kill? Lehet double kill, tudni. Oké. Jaj. Bocs, Viki, ne haragudj! Amúgy, amikor engem megöltek, már majdnem emergency gombhoz értem, mert eljöttem, hogy a Viki volt az, meg az Exo, de aztán átrapták a torkomat. Na, mostantól tudjuk, hogy... ...az oxigénél, de egyikőjük se csinálta meg. Igen, az is utána esett le. Hogy, én nagyon megijedtem, amikor megölték a CCTV-nket. Igen, ott mindennek vége volt. Tehát így, Attila, ugye azt tudod, hogy mostantól mindenki tégedől meg elsőnek, tehát így... Az véletlenül rásétálok az emberek. Igen. Dave, akartál, hogy... Ah, mindig lenyomtam véletlenül. Nem lehet lehúzni a gombról a kezed! Mi? Nincs semmi. Megint én! Értitek? Megint én! Úgyhogy Attilát kell megölni. Megyek a székhez. Most safe play-re megyek. Megyek a székhez. Csinálom a küldit. Megvárom, ameddig Attila erre jön. Fú! Hopp! Reaktor meltdown. Killen lesz a kezem. Jó. Megyek vissza éjszakra, és megvárom, hogy Attila erre jöjjön. Megyek vissza, csinálom úgymond a küldimet. Nem szeret engem a játék, de most megpróbálunk fordítani. Az a baj, ilyenkor annyira izgulok, amikor én vagyok a gyilkos, és mindig lenézek, hogy ne legyek lemjutolva. Megvárjuk valaki erre jöjjön, szabotálunk egy O2-t. És cooldown-on van. Csinálom a rakétát, megvárjuk, hogy valaki elmenjen mellettem. Ja, 10 perc van. De még egy-két meccs belefér. Na. Azt a durva. Én találtam meg a hullát. Igen. Rögtön a kafetériától jobbra, jobb felső sorokban.
Aha. És én ugye benn voltam a, azt hiszem a adminisztrációs, vagy nem tudom milyen szoba, ott a kafetéria alatt jobbra rögtön, ahol az egyik ilyen, most pont hogy az oxigénes tudszor villogott. Ott volt a vid, és ugye elindultam az O2-eshez így föntről keresztbe jobbra, hogy oda felmegyek és megcsinálom a másikat, és oda belefutottam a Tilla hullájába. Aha. Én csak annyit tudok mondani, hogy én lent voltam középen így a storage-nál, amikor megszólalt az oxigénes alert, és én elindultam fölfelé, és Dave pedig egyértelműen lefelé ment és jobbra. Én megcsináltam az O2-t. Én az oxigénhez mentem. Avid mind a kettő esetben következetesen az ellenkező irányba ment az alertek alatt. Most nem a lehet, hogy... Tudom, hogy magam ellen fogok beszélni, srácok, én még egyszer sem mentem az alert irányába. Tehát, hogy ezt én még nem tudom, én megyek a nyilak felé. Ezt őszintén mondom, tehát ezt nem az azért, az hogy... Jó, én Krisz tudom megerősíteni, tehát Kriszel voltunk együtt egy helyen, úgyhogy voltam megölhetett. Hát meg én is összefutottam. Dave szintén, tehát ugye többször voltam Dave-vel egy szobában hosszú ideig, egymás mellett csináltunk küldiket. Mind a ketten, hogy bőven megölhetett valami, ő is, jó, ő is engem. Jó, ez ugyanígy van Kriszel meg velem. Viki, te miért voltál Te azt mondtad, hogy az O2-esnél voltál, ugye? Nem, én azt mondtam, hogy mentem fel, de végül azt nem én csináltam meg. Az nem mentél fel, ott álltál az admin szobában mellettem, és nem csináltál semmit. Hol? Az admin szobában van egy oxigénes javító. Igen, és a panel mellett állt. Én erre megadom a... Viki, várjál, Viki srácok, ott volt az O2-esnél, csak tőle balra állt, és nem tudom, hogy mit csinált. Én nem szavaztam Vikire. Bár ez valószínűleg nem számít. Nem igazán. Nem úgy néz ki. Na most a Super Tactics az az, hogy Dave Civel megyek, és megcsinálok itt az adminban egy küldetést. Tehát itt állok egy darabig, Napsi is itt van. Járjuk a küldetést, de ki a Napsi? Nem, ott van egy harmadik is. Jó, most vehetünk el. Itt van Sirius, megyünk lefele, megyünk az elektrikál fele. Sirius jön utánunk. Bebújok ide, és el fogom zárni az elektrikát. Napsi, el fogod árulni, hogy nem megy. Nekem cooldownom van. Menjünk észak felé, én viszem Kriszt. Hopp! Ki az, aki most nem volt ott? Hunter. Én az elektrikában voltam, és nekiálltam kábeleket kötözgetni, és... Ez egy holla? Rácsaptam ezzel. Hunter nem indult el javítani. Igen, de és a reaktornál találkoztam Chris-szel, Sirius, nem, Dave-civel is találkoztam, meg Napsival is. Tehát én a reaktornál legalább három emberrel találkoztam, én Hunter nem volt. Én voltam a reaktornál egyébként. Hát a reaktor meltdown volt. Napsi is ott volt a reaktornál, most a lentiné ilyen kézrátételesnél volt, ott állt már, amikor oda mentem. És mégis nekem kellett rányomnom. Ja, nekem Szabi egy kicsit gyanús, de csak a mozgása miatt. Kicsit ilyen furcsa, hogy bemegy egy szobába, aztán kijön anélkül, hogy bármit csinálna. De Hunter az, akit nem láttam az egész meccsen. És az a helyzet, hogy... Én az admin szobában voltam, ott megcsináltam két... És nem tudom, hogy ki volt ott, de volt ott még. Én voltam kívül. Én voltam, és láttam, hogy csináld a küldit, csak utána én elindultam a reaktorhoz. Na, én nem a reaktorhoz indultam, én az elektrik... Levágja a hangot, Hunter. Bocsánat. És hol volt a hulla az elektrikában? Elektrikában voltam, én oda mentem kábelt kötögetni, és utána vettem észre, hogy ott egy hulla. Miért nem mentél a reaktorra? Mert láttam, hogy megy mindenki mindenfele, gondoltam, csináljátok én. Hát kimentetek a teremből, vagy nem tudom, Viktor ment ki a teremből, amikor csináltam. Szerintem az autótól futottam a reaktorba, és én oldottam meg. Én az adminban voltam, ahol egyébként Viktor valamiból befele ment, amikor én indultam kifele a reaktor fele. Mindegy, én skippeltem.
Ben voltam az adminban, amikor a reaktor elindult. Hát jó, ez egészségetekre. Köszönöm. Cool down. Nem, Viki! Szép, fogalmam. Ne haragudj, Viki. Anyátokat. Az Exo megint átrapta az orkom. Exo ölt meg engem is egyébként. Exo csinált az összes fiszkos munkát most. Én csak az elterelés voltam. Én nem tudom, hogy az elején mi történt. De anyátokat. De most egyébként, bocsánat, egy gyakorlat kérdés. Még soha nem sikerült megcsinálnunk az összes taszkot. Ez normális általában? Nem úgy, én is megcsináltam az összesemet, de még sose töltődött be. Mert a szellemek nem lehet nyerni. De a szellemek nem csinálják. A szellemek csinálják. Én is csinálom. De én végig le tudom csinálni. Én nekem talán még egy taszkot vissza. Tehát, hogy ezt most azért kérdezem, hogy beállítás szempontjából ez normál, hogy úgy még nem lett vége játéknak, hogy a task befejeződött? Ja, lehet, hogy lejjebb kéne az, hogy lejjebb. Viszont srácok, mindjárt elköszök majd tőlük, még egy meccset megyünk. Én nem csinálom végig. 2 perc múlva lejár a szavazás, de akkor ennek a meccsnek a végéig lehet még szavazni. És akkor utána megcsináljuk az eredményhíret is, de még egy meccset megyünk még. Akarok még egy olyat, amikor nem vagyok impostor. És mit szólsz ehhez? Mert ez volt az, amit Kaci írt egyébként. Hogy 1-1-4? Aha. Én adom. Nekem furcsa, mert tök jó lenne, hogyha úgy is lehetne egyszer vége, hogy így... Lehet, csak őket nem volt. Amúgy én csak azt mondtam, hogy Napsi, tetsz, megcsináltad a reaktort, nem? De akkor miért csináltad meg, hogyha... Nem csináltam a reaktort, de egyébként Napsi javította meg az áramot. Amúgy, most. Igen. Tehát, hogy amúgy ő javítgat. És még egy kérdésem lenne, hogy így a későbbiek során így nem az, hogy eltereljem magamról, de hogy a fölösleges gyanút ne keltsem. Tehát ha ilyen piros villódzás van, akkor általában a crewmate-eknek az a prió, hogy azt mennek a szabotást kiszed. Igen. Én mindig mentem csak valami feladatra, de nem a szabotás megöl minket. Tehát, hogy a pozíció nyert az előbb, hogy a szabotás ölt meg minket. Na, ez mondjuk az én hibám, én azt szerintem még nem figyeltem sosem. Inkább leépítő. Csak azért kérdeztem meg, mert ez előbb gyanúba kevert engem, ahol ott nem voltam. Igen. De szerencsére nagyon hamar mindannyian elhittük, hogy csak hülye vagy. Úgyhogy meghaltál. Meg egyébként az, hogy miközben nézelődtem és néztem a mozgásod, így láttam, hogy lehet, hogy csak nem. Tehát, hogy érted, lehet, hogy nem érted. Lehet, hogy csak hülye vagy. De tényleg. Tehát, hogy... Amúgy most várunk valakire még? Nem. Csak beszélgettünk az Viktorra. Ja, bocsi. Mi az, Viktor? Jó, ne haragudj, Attila játszani van itt. Nem szórakozni, jó? Na, crewmate vagyok, ez az. Csináltam a weapons-es küldit, Viki Hunter itt van. Remélem látni is fognak, hogy downloadolok. Tehát most már biztos, hogy nem fogják bevenni, hogy még egyszer én vagyok a gyilkos, vagy tudod, hogy csak ezért fognak kiszavazni. Azt a kurva, Attila és Viki! Kéz a kézben! Na már az gyanús lesz, hogy Attila nem halt meg egyből. Azt a durva! Igen, most mindkettőjüknek van oka engem kiszavazni, mert tehát, hogy meg engem kinyírni elsőnek, lehet, hogy kellett volna egy társat keressek. Nézzük, kövessük akkor őket, így szépen együtt mennek, becsákja ezek az embereket, ez még nem rossz taktika, és nem engem találtak meg. Hello? Hárman meghaltak. Három halál, az hogy? És egyből azt mondja a Viki, hárman meghaltak? Hárman? Átfutott a hullán.
Azt a durva, jól nyomja. Honnan jött ki, teljesen kizárt. Most ki reportolta, mert én csak én, láttam, hogy a D-vel rajta. Én reportoltam. Ja, én reportoltam, és a storage, az elektrikában volt három taskon, megcsináltam mind a hármat, futottam át a storage-on, szembefutott velem kettő ember, az egyik biztos, hogy a Viki volt, a másikra nem emlékszem, de azt hiszem, hogy az Attila, úgyhogy majd én is ott voltam. Játszhatjuk együtt is, meg most tervezünk pár a Discordról is, hogy játszunk majd meg Kylóval is. Beszaladt velünk, viszont ő meghalt, de én nem látom viszont Viki. Játszhatunk majd, nekem is nagyon tetszik most ez a játék. Ő az, akit láttam át. Én nem tudom, nekem az ilyen, hogy a Attilával találkoztam. Hol voltam hulla egyébként? De ja, csinálom a taskokat inkább. Mentünk be most még abba a szobából, a hulla volt? Veled mentem nem, oda. Hol volt a hulla? Sok task sikerült, azt nem figyeltem közben. Lent volt a storage roomnak a bal alsó részében, ahogy az elektrikából kiléptem, azonnal láttam. Igen, én bal szélről jöttem. Hogy lehet három hulla ilyet csináltam. Én voltam a storage-ba, és megcsináltam a benzinkannásat. Azt látom, hogy a benzinkannánál jó süni videózás, Tenci. Nem tudom, mert én akkor most lementem nekem. A benzinkannán, várjál, a benzinkannán viszont Viki állt. Igen. Én megcsináltam a benzinkannát, és utána balra szaladtam tovább. Én se láttam, én csak ennyit láttam. És Viki meg Attila a leghangosabb. Viki meg Attila a leghangosabb. Jól csinálják. Profi, miért profi? Azt tudom, hogy Viki és Attila szembe jött velem, amikor én kifutottam. Igen, zigok, onnan, de azért álltottam, mert hogy az egyesbe tolják azt az emberi játéket. Melyik hullán látnak? Melyik hullán látnak? Hogy jön, és akkor így izomból rátámad valakire. Jó, Attila és Viki rám szavazott, úgyhogy jöhet az emergency. A D-vált a hullán. Krisz is látta. Ez nem volt jó. Ja, helyett az elsőt fogják bővíteni. Szóval, ja. Én így hagyom, mert most már úgyis szellem vagyok. Jelen a küldiket. De erős egy szabotással kezdeni, mert egyből látják, hogy ki állt meg. Pusztán arra... Meghalt valaki? Nem. Pusztán arra alapozom, hogy én Vikiben biztos vagyok, és Attila volt a másik, aki rám szólt. Én csináltam meg a Napsival a reaktort. Ezt akartam mondani, hogy Attila és Napsi jöttek ki a reaktorról, ahova én bementem, úgyhogy akkor viszont nekem gyanús vagy, Dave. Köszönöm a követést, Nilin, hello, szia, üdvít nálunk. Tehát én szembe szaladtam Napsival és Attilával, akik pont onnan jöttek ki, mert most figyeltem arra, hogy oda menjek, ahol piros. Ja, jó. És... Jó, Én viszont azt láttam, mintha a másik irányba futottál volna, amikor elindult. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből? Hát a kafetériában, amikor azonnal megszólalt a riadó, én elindultam arra, először délután, aztán mi visszafordultam. Okay. Én visszafordultam, üdvét, remélem, jól fogod érezni magad. Akkor megcsináljátok. Szóval, aki még nem szavazott, meg akkor azonnal az nagyon gyorsan szavazzon, mert amint jönnek a játéknak a vége, eredményhirdetés lesz. Hogy megölnek valakit ott, úgyhogy elindultam én is lefele, és aztán megcsináltátok, és visszafutottam az emergency meeting gombhoz, és azonnal megnyomtam. Én Attilát és Napsit mentem, szerint nekem gyanús Dave, és Krisz meg nem beszélt semmit, úgyhogy ő meg azért gyanús. Én azt hiszem, amit után mentem az emergency, ugye azért a villogás felé. Krisztel mi is találkoztunk. Akkor és amikor vége lett az gyilagás, akkor fordultam vissza, és mentem a az elektrikbe. Néma, köszönöm. Nini, oké. Tud-e csinálni szabotőr, ilyesmit, hogy szabotál, és aztán megoldja a szabotást. Persze, én ezt csináltam az előzőben. Az előbb csinálta ezt napségen. Én megmondom, nekem Viki egy safe bet volt, mert onnan jött, ahol a hulla volt. És ezzel együtt Attila védte, nekem de, mondom, mikor én is mindjárt kilépek. Ennyi az én... Én Attilát és Napsit mentem. Nekem Dave. Jó. De Vikiben se vagyok, nyilván beszélni. Mi most nem vannak majd? Ezt most megcsinálom gyorsan. You don't need to wait. Nincs le magad, Dávid. Ja. Ja, bezárhatom és 50 másodperc múlva kész lesz. Jó. Akkor így meg csak egy másik küldit.
Storage. Ha ezt mindig húzni kell. Attila nagyon üldöz valakit. Admin. Most ne hívjanak össze a meetinget. Még a fele sincs meg a taskoknak. Ezt mi halt most meg? Chris halt meg. Én amit voltam. Avid nem ölt meg, amikor ezt akartam mondani, hogy Dave viszont most engem meg nem ölt meg. Hát van cooldown. És végig együtt mentek. Kicsoda? Te már Chris. A Chris-szel aztán szétváltunk, ő elindult. De most, ahogy előbb a reportoltad. Ott így gyakorlatilag pont előtte láttam. Bocsánat, csak annyit szeretnék elmondani, hogy nekem nincsen személyes problémám se Vikivel, se Attilával, csak annyit tudok mondani, hogy amikor az elektrikából kifutottam a legelején, bementem a storage-ba, akkor ők ketten futottak velem szembe. És teljesen kizárt, hogy ott úgy el tudnak menni, hogy nem látják a hullát. Én ezért vagyok még mindig amellett, hogy... Amitban biztos vagyok, hogy nem, mert amit megölhetett volna az autóban. Most, igen, de... én veled összefutottam, én ugyanezért mondom, hogy te nem, mert nem öltél meg. Én még mindig azt mondanám, hogy Attila. Nekem továbbra is egy tév vagy gyanús, ugye se Vikivel mi nyitottunk rá, igazából megszavaztunk. Remélem kiszavazzák Attilát. Ez most kiderül. Ez most ki fog derülni, Attilám. Jó, nyertek, vagy ez az! Vagy napsi volt, vagy akkor tényleg jól válaszoltunk. Hát remélem. Jó, jó, ez az! GG! Nem akarok imposztor lenni, és azt is szeretném, hogy tök mindegy mi vagyok, Dave, ne szavazzon rám az első kört. Sajnos ezek nem így működnek. Az a volt, nagyon szeretném, Viki, hogyha azt szerethetnélek, de imposztor vagy folyamatosan. Meg tudtuk volna amúgy nyerni, Viki, csak én nem gondoltam volna, hogy az előző körben a Dave-re ketten szavaznak, mert rászavazott. A napsi is. Fú, ott meg majdnem megfordult. Meg az Avid is. Ott igen, mert én is névre szavaztam, mert akkor nekem gyanús volt ez. Igen, én meg nem mertem rászavazni, hogy gyanús lett volna, ha egyedül szavazokra, és így néztem, hogy miket te rászavaztatok, ha még egyszer rászavazok, akkor nyerek, mert akkor később. Az igazság, hogy Dave nekem egészen addig voltál gyanús, ameddig egy per egyben nem találkoztunk össze ott a Wire kötögetősnél, amit pillanat is elköszönt tőlük. Azért mentem először oda Avid, hogy az autónál azért mentem utánad, és nem a másik küldit csináltam, hogy lássad, hogy nem foglak megölni. Jól csináltad, ezt jól csináltad. Attila, most beszélgethetnek? Amikor már menegyek. Talán még egy fél percig. Jó, mérem. Viszont... Igen, én vagyok az, bocsánat. Én elköszönök most, mert eredmény hirdetünk a rajzversenyben, úgyhogy köszönöm szépen a játékot, aztán jó játékot nektek még. Köszönöm. Hello, sziasztok! Na, itt is vagyok. Szóval! És le is enged a szék. Le is enged a szék. Na szóval most ezen a képernyőn maradunk egy kicsit. Hú, ez nagyon ézgi volt. Úristen! Olyan... könnyedén hazudnak a többiek, nem? Mert minthogy értitek. Tehát, hogy én itt izgulok, remegek, én vagyok a gyilkos, most hazudni kell. Fú, nagyon-nagyon durva ez a játék. Főleg így velük. Na szóval, lezárom most a szavazást. 48 szavazat érkezett. Wow! A szavazás mostantól le van zárva. Nagyon szépen köszönöm a követést. The Zigok Legend Pina harcos. Most ez nem tudom, hogy Zigok trollkodik, vagy visszatért a mi régi trollunk. Még ne bannoljuk, addig, ameddig ki nem derül. Szóval, lezártam a szavazást. Megvan az eredménye. Egy gyors pillanat még átváltok innen, mert kikapcsolom, hogy kamerát tudjatok váltani, hogy ne lássátok az eredményt. Bár lehet, hogy ki van kapcsolva a kameraváltás. Lurkradar. Igen. Jó, nincs bekapcsolva a kameraváltás. Jó, Zigok bannolta őt, akkor nem ő volt. Na szóval, megvan az eredmény. Én összekészítettem erre egy kis PPT-t, de most még gyorsan megnézem az eredményt. És ne szívass, hogy holt verseny. Hogy tudom ezt megnézni más diagram? Ja, ráviszom az egeret.
Oh boy, holt verseny lett. Holt verseny lett. Na jó. Akkor azt mondom, hogy megnézem, hogy ki az a kettő, aki holt verseny lett. Mert hogyha az egyikük már nyert másik kategóriában, vagy van VIP-je, akkor lehet, hogy a másikra fog szállni. Ha nem, akkor mindketten kapnak VIP-et. Szóval, nem mondom ki hangosan a számot. Jó, igazából... Na most... Jó, holt verseny lett, és... Gyorsan összerakom a két grafikát akkor rá. Az egyikük már VIP tag, a másikuk félig meddig, de akkor ezt most le fogjuk nyomni szépen. Jó, megvan, nem spoilerezek. Szóval, holt verseny lett, a közönség szavazás vége, ez a lényeg. Most mind a két rajzot rá fogom rakni arra a grafikára, csak hogy lássátok. És meg kell keresni a PhD-t. Egy pici türelmet kérek, rakok addig nektek zenét. Rakok addig nektek zenét, mégpedig így, és azt mondom neki, hogy... Így, egy kis DMB szól addig, ameddig én gyorsan összekészítem a grafikát. Ja, igen, itt van ez. Eredményhirdetés, PSD, közönség, alap. Egy másodpercet kérek, gyorsan ezt összekészítem, berakom a PPT-be, és megy is az eredményhirdetés. Szóval, ide beírjuk, hogy közönségdíj. Ide rakunk egy keretet. Ide rakunk még egy keretet, bocsánat, csak egy keretre volt megcsálva a grafika. Addig meséltek, hogy tetszett nektek ez a játék. Nagyon remélem, hogy még a jövőben kerítünk ilyenre sort, meg ugye Kylo-ikkal beszéltük, hogy velük is jó lenne játszani. Úgyhogy, ja, én nagyon izgatott vagyok erre a játékra most. Őszintén, amikor elsőt játszottam, ennyire nem fügtem rá, mint most. De nagyon izgi. Főleg úgy, hogy én nem nagyon szoktam hazudni, vagy nem tudok jól hazudni, vagy... Értitek? Egy kicsit így furcsa, úgymond. De majd megtanulok. Na, és akkor közönségdíj. Igen, itt van a név. Hosszabban gépeltem, mert ötször írtam el a nevet, úgyhogy ne ígyétek azt, hogy valaki hosszú nevű nyert. És akkor pillanat még behúzom gyorsan két rajzot. Kimentem mindjárt JPG-ben. És akkor még a másik delikvens, aki nyert közönségszavazáson, őnek is beraktuk ide a rajzát. Így, és akkor ez lesz a közönség nyertesek. Hú de izgi, jaj. És akkor már csak a PPT-t kell betölteni. Bocsánat, csak most emiatt nem látom a chatet. 50 ember várja izgatottan az eredményt. Na mindjárt itt lesz. Úgy jó monitorra nyissam meg, és... Jó! Készen álltok? Nem hallom, készen álltok? Na szóval, átváltunk a PS21-9-re. Nagyon szépen köszönöm, pár szó még mielőtt elmondom. Nagyon erős volt a mezőny.
Úgy képzeljétek el, hogy a zsűri szavazásnál volt egy darab első helyezettünk, egy darab második helyezettünk, kettő darab harmadik helyezettünk, négy darab negyedik helyezettünk, öt darab, és így tovább, így tovább. Illetve még egy meglepi, amit nem mondtam el. Képzeljétek el, itt van Super NC is, az én gyönyörű párom, hűséges segítőm és múzsám. Ő felajánlotta, hogy most a zsűri által kiválasztottak közül, ugye eddig úgy volt, hogy csak az első helyezett kapja meg a fődíjat, és az a fődíj az nem más, mint egy általa választott PC játék Steamen vagy Epic Games Store-on, ugye ott lehet ajándékozni ilyeneket. És Enci felajánlotta azt, hogy a második helyezett fog kapni 3 hónap szubot ajándékba, és a harmadik helyezett meg 1 hónap szubot tőle. Szóval ugye ez úgy, hogy első 3 helyezettet fogunk hirdetni. És hát akkor szerintem kezdjük a közönségszavazás eredményével is. Doppergést kérek. Remélem nem rontom el a gomnyomást, és nem nyomok túl sokat. Akik örök vipet nyertek, nem örök vipet, egy éves vipet, de valószínűleg örök vip lesz ebből, az nem más, mint... Jaj, ez még a teaser kép, csak most már ketten vannak. Saxo és Blue Trinket, nagyon gratulálok neki. Nagyon sok szavazat érkezett rájuk, úgyhogy már sajnos VIP, mert megcsált a cukoremótunkat. Saxónak viszont ugye most csak egy hónapos VIP-je volt, amit Be Right Back-en nyert, ezt meg fogjuk toldani neki még legalább egy évvel. Szóval gratulálok mindkettőjüknek. És akkor szerintem remélem jó lesz, és nem fogom lelőni a point. Következő kategóriánk a Szabi kedvence díj. És itt is duplázunk, ugyanis nem tudtam dönteni, hogy... És ez most vicces lesz, mert ezek amúgy előre össze voltak készítve. Nem tudtam dönteni, ezért mind a kettő rajzot meg fogom rajzolni streamben. Az első Szabi kedvence díj nem más, mint Saxo a cukros bácsival. Gratulálok, Saxo. Egyszerűen zseniális. Cukros bácsi, fekete mágia. Ennyi. A másik Szabi kedvence díj pedig Napsi. Stellával, a sárkánnyal. És igen, a háttérben van egy hold, úgyhogy holdat is fogunk rajzolni. Szóval gratulálok Saxónak ismételten, és Napsinak is, ugyanis ők lettek a Szabi kedvence díjai. Nekem nagyon tetszett ez a sárkány, nagyon, kicsit ez a Mortal Kombat Flash benne volt. Saxónál meg a fekete mádiás cukor gin, az valami zseniális. És akkor a következő... Bocsát, nem akarom ennyire lezavarni, tényleg hatalmas GG és cukor spam nekik, nagyon szépet rajzoltak, itt van még egyszer Saxo alkotása is, és itt van még egyszer Napsi alkotása is. Napsi kiátszotta a rendszert a holddal. Őszintén egy pillanatra elgondolkoztam rajta, hogy a hold miatt nem ezt választom, de annyira tetszett ez a sárkány, hogy mondom, jó, akkor ez lesz. És akkor most jön a következő. Doppergés, harmadik helyezett, aki Enci felajánlásában egy hónap szubot kap ajándékba, az nem más, mint... Ó, befagyott? Ne, nem fagyott be! Sami Web, nagyon szép, nagyon gratulálok, iszonyat cuki lett Liza a Pikachu szellem keverék, aki ráadásul fél a sötétben. Szóval nagyon szépen gratulálok, Sami Web. Hatalmas cukorspam neki, tényleg, így nézzetek a szemébe. nagyon cukor lett, ő lett a harmadik. Második helyezettünk. Itt fokozódik a viszony, ő 3 hónap viszony, milyen viszony? Fokozódik a izgalom, ő 3 hónap szubot fog ajándékba kapni Encitől, ő pedig nem más, és ugye ez most a zsűri szavazása, ő pedig nem más, mint Blue Trinket a nem tudom kimondani Androgame Mermaid című rajzával, ami valljuk be, iszonyat jól néz ki. Szóval gratulálok, Blue, te lettél a második helyezett, 3 hónap szobát fogsz kapni, 3 hónapnyi szubot, és most jön a nagy doppergés, a fődíj, ami egy ponttal, tehát ugye úgy ment a zsűrinek a pontozás, és direkt húzom amúgy csak így a tension miatt, hogy mind a 3 zsűritag, ugye Lajos is, Évi is, és Enci is, 1-től 10-ig terjedő skálán pontozta a rajzokat. És ő egy ponttal maradt le Blue Trinket az első helytől,
és Sami is egy ponttal maradt le a másodikról, tehát mondom, nagyon szoros volt a mezőny, és utána jöttek az olyan holdversenyek, hogy mondhatnánk holdversenyek, hogy ez hihetetlen, és az, aki viszont ezt az egészet megnyerte, az nem más, mint... Ó, ez még csak teaser kép. Idri! Idri, nagyon-nagyon gratulálunk! Te nyerted az első rajzversenyünket a zsűri által, kimagaslóan, nem kimagaslóan, meg ez nagyon szoros volt a mezőny, de végül is te nyertél, tehát, hogy nagyon gratulálok Idri, hatalmas cukorszpemet mindegyik nevezőnek, és többen kérdeztétek, hogy mindjárt végigmegyünk a pályaműveken, és megmutatom az összeset, bár igazából a szavazás közben úgyis láttátok, de ha szeretnétek, akkor neveket is társíthatunk hozzá, bár azt meg kellett volna előre kérdezzem a nevezésnél, hogy szeretné az illető, szóval azt lehet nem fogjuk megcsinálni. De igen, ez volt az első rajzverseny, és akkor megmutatom még egyszer a nyerteseket. Tehát akik egy éves vitagságot nyertek, az Jack Sasso és Blue Trinket. Akiknek a rajzát el fogom készíteni, az Saxo és Napsi. A harmadik helyezettünk nem más, mint Sami Web, ő egy hónapos szubot fog kapni. A második helyezettünk Blue Trinket, ő három hónap ajándékszubot fog kapni. És az első helyezett nem más, mint Itri, aki egy privátban majd megbeszéljük egy általad választott játékot zsebelsz be. Legyen a Steamen, Epic Store-on, vagy bármi olyan online store-on, amin lehet ajándékozni. Szóval köszönöm tényleg nagyon részvételeket. Pár szó még, nem fogom a szavazás teljes, hogy is hívják át ezt az összes pontszámot, meg hogy ki milyen pontot kapott, azért nem fogom közzétenni, mert nagyon szoros volt a mezőny, és megmondom nektek, hogy a pontok az 18 és 30 között oszlottak el, úgy, hogy a nyertesnek volt, mindjárt mondom hány pontja. Tehát, hogy csak érezzétek, hogy mennyire szoros volt az egész. Tehát a nyertesnek volt Idrinek 26 pontja, még az utolsónak 18. Ami azt jelenti, hogy ebben a 10 pontban oszlott el, sőt, még nincs is 10 pont, a 20 darab pályamű. A kérdőívet streamen értékelem ki? Nem, azt majd utána, most még egyelőre én nagyon izgatott vagyok a rajzverseny miatt is, meg a Among Us miatt is, de tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg nevezést, iszonyat sokan neveztetek, iszonyat jó pályaművek jöttek be, hát láthattátok is, és senki ne csüggedjen, ha esetleg most nem gyert, ugyanis hétfőn jelentjük be, csak még ki kell találjam, hogy mi legyen a nyeremény, az októberi rajzversenyünket, aminek a témája, és most lesz a nagy téma reveal. Ne hajj ki, Idri, adunk pár cukorkát, hogyha leesett a vércukor szinted. Szóval, az októberi rajzversenyünk témája nem más, mint a Halloween! És október 31-ig kell majd a rajzokat elkészíteni, hasonló dolog lesz, tehát két pályaművel nevezhet mindenki. Én szeretném, hogy rajzoljatok külön erre a versenyre, de pályázhattok régebbi művel is, hogyha esetleg úgy nincs időtök. Az az egyetlen kikötésem, hogy... nevezzetek minél többen, mert fán, és a nyereményekről pedig majd hétfőn a streamben, ugye hétfőn délután 1-től lesz majd megint stream, akkor rajzolni fogunk, és azt még nem tudom pontosan, hogy mit, de jövő héten valószínűleg kedden és kütörtökön fogjuk megcsinálni majd, de még egyeztetek a nyertesekkel is a streamben az ő rajzukat. Szóval Halloween lesz a téma, minden ami spooky, minden ami ijesztő. Ja, és igen, még egy fontos dolog, ugye most ennél én úgy választottam, ott is lesz majd Szabi kedvenced így. Én úgy választottam a Szabi kedvencét, hogy így a kreativitás. Ugye a Szakszóiban az volt a nagyon kreatív, hogy a cukros bácsi fekete mágia, az nagyon tetszett. A Napséba pedig a holt, hogy bele volt csempészve a háttérbe, hogy ugye egy picit ott van, de így elsőre nem is olyan feltűnő. És igen, az Igok választ Raidet. És a másik pedig az, hogy a mostaninál viszont a hangulat lesz a kulcs szó, hogyha egy ennyi hintet adhatok, hogy mi alapján fogom a Szabi kedvencét kiváltani, ugyanis minél hangulatosabbat kell, hogy ne csak az legyen, hogy legyen mondjuk egy rémisztő szörny, hanem a képnek legyen egy olyan hangulata, ami tükrözi ezt a halloweeni dolgot. Ryan 626, hú, szuper, akkor őt is fogjuk raidelni.
Szóval nagyon gratulálok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok ezen a rendhagyó streamen, mert azt beszéltünk meg, hogy ugye rajzolni fogunk, de végül nem az lett. Én írom is a raid parancsot, és találkozunk hétfőn. Találkozunk hétfőn, vagy lehet, hogy még hétvégén egy meglepetés stream belefér. Meglátjuk még, hogy hozza mindent tényleg. Gratulálok mindenkinek, nagyon szuperek vagytok, életemben nem gondoltam volna, tehát a verseny felénél azt hittem, hogy így jön öt pályamű és ennyi lesz. De nem, nem az volt, hanem hogy így nagyon sokat küldtetek, és nagyon jó rajzokat. És tényleg... Viszont, hogy follower only, Zigok, hol viszel minket? Na mindegy. Nézzük meg, mit ajánlott Zigok nekünk, Ryan626Q nevén, köszönjetek be oda is, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és legyen szép estétek, meg szép hétvégétek, ha más nem, akkor hétfőn találkozunk. Pusszantás nektek, és köszönök minden nektek, ti vagytok a legcukrobbak, mint legyen szép estétek, sziasztok!